Dr. Hovind 15 éven át tanított természettudományt, aztán doktori fokozatot szerzett. Mindig szeretett tanítani, de rájött arra, hogy sok amerikai természettudományos tankönyv valótlanságot állít. De miért vannak valótlanságok a tankönyvekben? Mit akarnak ezekkel elérni? Üdvözlöm Önöket, a nevem Erik. A mai előadásban megtudhatják, milyen hazugságok vannak a tankönyveikben, és hogy mit tehetnek ellenük. Üdvözlöm Önöket a mai előadáson. A nevem Kent Hovind, és 15 évig tanítottam természettudományt. 1989 óta tartok előadásokat teremtésről, evolúcióról és dinoszauruszokról. A célom megerősíteni a hitüket Isten szavában. Ez nem a feleségem, csak egy fotó róla. Pensacolában élünk már 16 éve, 3 gyermekünk van, már mind házasságban él, a kutyánk elpusztult, úgyhogy végre csend van a házban. Eddig 4 unokánk van, az unoka pedig Isten ajándéka azoknak, akik nem ölték meg a saját gyerekeiket. A családom a közelemben él, és együtt dolgozunk a misszióban, ami hatalmas áldás. Isten fantasztikus munkatársakat küldött a missziónkba. A célunk, hogy minél többen térjenek meg. Szeretjük a tudományt, ezért van a Dinoszaurusz Kalandpark, ami egyben tudományos központ, vidám park és múzeum. Egyesek szerint a keresztjének a tudomány ellenségei, ami nem igaz. Én szeretem a tudományt. Az evolúciót ellenzem, mert az nem a tudomány része, hanem egy hazugság. Az evolúciónak nincsenek tudományos bizonyítékai, erre már is visszatérek. De a 9. parancsolat kimondja, hogy ne tanúskodj hamisan, vagyis ne hazudj. Példabeszédek 19:5. Nem menekül meg, aki hazugságot beszél. Isten gyűlöli a hazugokat. Azt olvassuk a Bibliában, hazugságban telik kedvük. 6 dolgot gyűlöl az Úr, sőt, 7 dolog utálatos előtte, az egyik a hazug nyelv, egy másik pedig a hazugságot beszélő. A 7 dologból tehát 2 a hazugság. Nagyon gyűlölheti a hazugságokat, ha kétszer is említi őket. Jézus mondja, atyátoktól, az ördögtől származtok, embergyilkos volt kezdettől fogva, és nem állt meg az igazságban, mert nincs benne igazság. Amikor a hazugságot szólja, a magáiból szól, mert hazug, és a hazugság atya. Szeretem a tudományt és gyűjtöm az állami tankönyveket, több 100 van belőlük a világ számos országából, egészen 1880-tól 2005-ig. Nem vagyok tudományellenes. Szeretem a tudományt, és mindenféle remek tudományos tárlatunk van a múzeumunkban. Jöjjenek el egyszer a Dinoszaurusz Kalandparkba, és nézzék meg. Azt viszont nem szeretem, ha gyerekeknek hazudnak. Korábbi előadásokon elmondtam, hogyan hazudnak a gyerekeknek az ősrobbanásról, ami nem történt meg, a földkoráról, ami nem több milliárd éves, és az ősemberről, ami soha nem létezett, kivéve talán Osama Bin Ladent. Hazudtak a dinoszauruszokról, amik nem évmilliókkal ezelőtt éltek. Most pedig elmondok még úgy 30 hazugságot, amit tankönyvekben találtam. Csak a fontosabbakat említem meg, pedig napokig tudnék a tankönyvekben lévő hazugságokról beszélni. Tehát jöjjenek most a nagy hazugságok, a kicsikről majd máskor beszélek. A célom nem az, hogy az evolúció eltűnjön az állami iskolákból. Szerintem minden elméletnek helyt kell adni az oktatásban. Csak ne hazugságokkal támasszák alá. Nem akarom a teremtést becsempészni az iskolákba. Aki ezen a 2 dolgon dolgozik, az idejét pazarolja. Sokan több 100 000 dollárt pazaroltak el arra, hogy elérjék ezt a 2 célt. Felesleges, mert nem fog megtörténni. A hazugságokat viszont szeretném kivétetni a tankönyvekből. Mert ha azokat elveszik, semmi nem marad, ami alátámasztaná az evolúciót. De ez legyen már az ő bajuk. Miért választottak ilyen ostoba elméletet, nem az én hibám. Nem vagyok tanár ellenes sem. Anyám istenfélő ember volt, és az első randevújukon az Úrhoz vezette édesapámat. Évekkel ezelőtt fejezte be a tanítást egy állami iskolában, úgy 7 éve már a mennyben van. Engem a bátyám vezetett az Úrhoz, 34 év tanítás van a háta mögött. Sok jó, istenfélő tanár, igazgató és tantestület van az iskolákban, és én nem vagyok egyikük ellen sem. Sőt, nem vagyok tankönyv ellenes sem. Csak hazugság ellenes.
Ezt tartsák az eszükben. Van itt valaki, aki szerint nem szabad engedni tanároknak vagy tankönyveknek, hogy szándékosan hazudjanak valamilyen okból? Úgy értem, hogy szándékosan. Mert hazudhatnak úgy, hogy nem tudják, de ha szándékosan teszik, azt nem lenne szabad megengedni, igaz? Wisconsinban van egy törvény, ami előírja, hogy a tankönyvek legyenek pontosak. Alabamában is van, a tankönyvek legyenek pontosak és frissek. A legújabb információt tartalmazzák. Texasban is van egy törvény, ami kimondja, a tananyag legyen tényszerű. Irány Texas. Florida is előírja a tananyag pontosságát, és az oktatási biztos feladata eltávolítani a pontatlan tankönyveket. Akkor, kedves oktatási biztos, tegye a dolgát. Nézze meg ezt a videót, és távolítsa el a pontatlan tankönyveket. Ilyen egyszerű a dolog. Nagyon egyszerű. Kaliforniában előírják, a tankönyv legyen tényszerűen pontos, és a legújabb, megerősített kutatáson alapuljon. Minnesotában törvény mondja ki, hogy a tanár szándékosan nem feríthetné el a tananyagot. A gond csak az, hogy egyik államban sem tartják be ezeket a törvényeket. Nem tudom, hogy itt Tennessee-ben van-e törvény, ami előírja a tankönyvek pontosságát. Ha nincs, akkor hozzanak egyet. Itt egy kb. 100 éves tankönyv. Az áll benne, hogy Isten teremtette a mennyet és a földet 6 nap alatt. Az ima kötelesség, de hiába való, ha nem szívből jön. Isten végtelen bölcsességgel irányítja a világot. Hinnék, hogy ez egy állami tankönyv? Nézzünk meg egy mai tankönyvet. Az evolúció tény és nem elmélet. A madarak és az emberek kifejlődtek, a természet törvényeit ismerők nem vitathatják ezeket a tényeket. Ha valami megváltozott. Pár hete Oklahomában jártam egy vitán, ahol a vitapartnereknek szánt professzorok nem jelentek meg, inkább tartottak egy evolúció előadást 2 nappal a távozásom után. Így csak előadást tudtam tartani a diákoknak. Ezt a plakátot tették az enyém mellé. Ezzel hívták az embereket az evolúció előadásra. Érdekli az evolúció? Jöjjön el! Előadást tart Dr. Mother és Dr. Ray. Nézze meg az érem másik oldalát is. Jöttek volna el velem vitatkozni, akkor megismerhették volna az érem mindkét oldalát. 9 hónapon át tanítják a diákoknak az evolúciót, de az én 2 órás előadásomtól pánikba esnek. És azt mondják, az érem mindkét oldalát. Ők nem fognak a teremtésről beszélni, csak az evolúcióról, amiről amúgy is már 9 hónapja beszélnek. Nem akarják hallani. Végül 20-an mentek el az előadásra, abból is 15 a baptista diák szervezettől volt. Az oklahomai iskolákban használt tankönyv 1/3, 140 oldal csak az evolúcióról szól. A teremtésről egy szót sem ejtenek benne. Az evolúció egy haldokló vallás, amit az adódollárok tartanak életben. Halott. Ebben a könyvben 100 oldalon írnak az evolúcióról, de egy szóval nem említik a teremtést. Úgyhogy nem mondják nekem, hogy érdekli őket az érem mindkét oldala, mert ez nem igaz. Amit ők csinálnak, azt indoktrinációnak hívják, nem pedig oktatásnak. Ezen a térképen az látható, hogyan értékelik az ateisták az evolúció oktatást az országban. Szerintük Tennessee államban pocsék az evolúció oktatás. Úgyhogy hajrá, Tennessee! Észak-Karolinában viszont remekül tanítják az evolúciót. Munkára Észak-Karolina, a következő felmérésre vörösödjön be az az állam. Van itt olyan, aki szerint a tanárok vagy a tankönyvek felhasználhatnak idejét, múlt vagy hamis információt, hogy a diákokkal elhitessenek egy elméletet? Jó ötlet lenne? Nem. Van itt olyan, aki szerint a szándékosan hazudó tanárokat ki kellene rúgni? Van itt olyan, aki szerint a hazugságokat tartalmazó tankönyveket be kellene tiltani, vagy a hazugságokat ki kellene törölni a könyvekből? Akkor csatolják be magukat, és kezdjünk hozzá. Mindig elképeszt, hogy hogyan nézhet 2 ember ugyanarra a dologra, és juthat 2 teljesen ellentétes következtetésre. 2 ember ránéz a Grand Canyonra, az egyik evolucionista, és azt mondja, eszméletlen, mire volt képes a Colorado folyó évmilliók alatt. A keresztjén megnézi ugyanezt a kanyont, és azt mondja, eszméletlen, mire volt képes az özönvíz 30 perc alatt.
Akkor most hogyan jött létre a Grand Canyon? A tankönyv szerint a Colorado folyó évmilliók alatt válta ki a Grand Canyont a masszív sziklából. Na álljunk itt meg! Az tény, hogy a Grand Canyon létezik. Sokszor jártam ott, mindent elolvastam róla. Kétféleképpen magyarázzák, hogyan alakult ki. Az evolúcionisták szerint kevés víz hozta létre hosszú idő alatt, tudják, évmilliárdok alatt. A kreacionisták szerint sok víz hozta létre rövid idő alatt. Például az özönvíz Noé idejében. Az evolúcionisták folyton el akarják tüntetni ezt a vonalat, és tényleg próbálják beállítani az elméletüket. De nem. Az csak egy elmélet, fiúk. Ez a tankönyv azt írja, a Colorado folyó egymás után vágta át a rétegeket évmilliók alatt. Ez a másik azt írja, a Colorado folyó 2000 méter sziklát vágott keresztül, úgy tárva fel a hatalmas rétegeket, mint oldalakat az élet könyvéből. A kanyonfalát nézve az ember 100 millió évekre tekint vissza. Nem hinném. Egy alkalommal egy ateista azt mondta nekem, Hovind, maga ostoba, hát nem tudja, hogy a Grand Canyon évmilliók alatt jött létre? Tudja, uram, nem árt, ha pár dolgot tud a Grand Canyonról. Ha gátat építenének a Grand Canyon közepén, egy óriási tó jönne létre mögötte, egy több állam nagyságú tó. Mondjuk nem kis munka lenne megépíteni a gátat, de akkor is. Wyoming állam vizeinek egy része is a Grand Canyonba folyik. Óriási a vízgyűjtő területe. Itt van róla egy színezett műholdkép. Az a nagy bevágás a hegygerinc közepén. Aki Tennessee-ben él, az tudja, mi az a hegygerinc. Nem az egész hegy, csak a gerince. Egy alkalommal arrafelé repültem, és megkérdeztem a pilótától, hogy nem megyünk el a Grand Canyon mellett. Azt felelte, hogy úgy 160 kilométerre leszünk tőle. Megkérdeztem, nem tudna-e engedélyt kérni, hogy közelebb mehessen. Sikerült engedélyt kérnie, elrepültünk a kanyon felett, én meg fotóztam, mint az őrült. Nagyon szeretem a Grand Canyon tanulmányozni. Pedig a kanyon egy értéktelen ingatlan, semmit sem lehet vele kezdeni, felszántani nem lehet, az biztos, a tehén sem lakik jól arrafelé. Szóval azt mondtam a professzornak, van itt pár dolog, amit át kell gondolni. Ez a két vonal jelzi a hóhatárt. A két vonal között húzódik egy hegygerinc, aminek a tengerszint feletti magassága olyan 2000-2500 méter. A folyó a kép jobb oldalán lép a kanyonba 900 méteren. Ezután megtesz 435 kilométert, és kijön a másik oldalon. Oldalnézetből így néz ki, a folyó belép 900 méteren, a kanyon fala megemelkedik, miközben a folyó lefelé folyik 435 kilométeren át. Mondom a professzornak, hogy ez még nem minden. Azt tudta-e, uram, hogy a Grand Canyon teteje magasabb az aljánál? Azt felelte, hogy ez egyértelmű. És azt tudta, hogy a folyó csak az alján folyik? Hogyne, és? És azt tudta, hogy a kanyon teteje vagy 1200 méterrel magasabb annál a pontnál, ahol a folyó belép a kanyonba? A professzor úgy nézett rá, mint borjú az új kapura. Azt tudta, uram, hogy a folyók Tennessee-ben nem folynak felfelé? Nincs torkolat. Hol a hordalék, amit a folyó kimosott? Senki nem tudja. Nem a folyó válta ki a kanyont, a Grand Canyon egy hatalmas vízelvezető. Valamikor két tó volt itt, a Grand tó és a Hopi tó. Ma már csak a helyük van meg is a partvonal. A tavak megteltek, aztán túlcsordultak és septében kiválták a Grand Canyont. Aki épített már duzzasztó gátat, az tudja, ha a víz egyszer áttöri, akkor mindennek vége. Ezért védik a gátakat áradáskor, ugye? Viszik a homokzsákokat, mert ha a gát átszakad, akkor nagy baj van. Ez a folyó valamikor ebben a magasságban folyt. Valamikor nagy tó lehetett mögötte. Azt tudták, hogy az El Paso azt jelenti, hogy átjáró? Lefogadom, hogy El Paso mögött is volt egy nagy tó, ami kiszárad, hátrahagyva Új-Mexikó fehér homokját. De ez egy másik történet. Szóval a Grand Canyonon látszik, hogy egy óriási vízelvezető. A világ legtöbb folyója hegyes szögben folyik egy másik folyóba, aztán egyesülnek és nagyjából ugyanarra folynak tovább. A Grand Canyonnál itt balra lent ugyanez a helyzet, a folyók hegyes szögben egyesülnek.
Jobbra fent viszont a folyók visszafelé folynak. Vajon miért? A folyók majdnem ellenkező irányból ömlenek a fő áramlatba, aztán megfordulnak. Ezért hívják szálkás kanyonnak. Sok ilyen hely van a bolygón, és ez bizonyíték arra, hogy itt egy tóvize folyt le, ahogy pedig a víz folyik le a gátról az alacsonyabb helyre, megfordul, és visszafolyik a repedésen, a gáton lévő törésen. A Grand Canyont nem a Colorado folyó vált ki évmilliók alatt, ez egy hazugság, amit a tankönyvekben találnak a gyerekek. Ez egy geofizikai képtelenség. Van itt valaki, aki tudja, miféle szerszám ez? Mi ez, testvérem? Egy borjúhúzó. Egy mi? Borjúhúzó. Néha a tehénnek nehezére esik megelleni a borját, ilyenkor fogják a borjúhúzót, rátekerik a kábelt a borjú lábára, és kirángatják a tehénből. Pár kilónyi nyomás elég, és a borjú kijön pillanatokon belül. Egy nap egy farmer pont ezt tette, egy farfekvéses borjút próbált kihúzni. Ilyenkor a borjú lába jön ki először, ami nem jó, de néha előfordul, szóval rángatja kifelé a borjút, amikor megáll egy városi ember az autójával, hogy megnézze, mit művel ez az ember. Azt mondja neki a farmer. Látott már ilyesmit? Mire a városi fickó? Soha életemben. Azt mondja a farmer is, kíváncsi valamire? Igen, uram, feleli a városi fickó. Egy kérdésem lenne. Jó, halljam a kérdést. Azt mondja a városi fickó. Maga szerint mennyivel ment a borjú, amikor beleszaladt a tehénbe? Nem. Tudják, néha előfordul, hogy két ember ugyanazt nézi, de az egyikük rosszul látja a dolgot. A Biblia megmondta, hogy ez így lesz. Tudjátok meg elsősorban azt, hogy az utolsó napokban csúfolódók támadnak. Tudják, hogy vannak, akik kicsúfolják a Bibliát. Naponta találkozok velük, vonzom őket, mint a villámhárító. A kívánságaik miatt csúfolódnak. Tudományosokból nem utasíthatják el a Bibliát, de nem szeretik ezt a könyvet, mert leleplezi őket. Tehát a kívánságaik miatt csúfolódnak, nem a tudomány miatt. Még Huxley is elismerte, azt hiszem azért örültünk annyira a fajok eredetének, mert Istent nem tudtuk összeegyeztetni a szexuális erkölcseinkkel. Nem mondja meg Isten, hogy mit tegyünk. Arthur Keith mondta, az evolúció nem bizonyított és nem bizonyítható, csak azért hiszünk benne, mert az egyetlen alternatíva a teremtés, az pedig elképzelhetetlen. A Biblia írja, nem méltatták Istent arra, hogy megtartsák ismeretükben. Ezért szolgáltatja ki őket Isten a téveigés hatalmának. Aki azt hiszi, hogy egy sziklától származik, ami 4,6 milliárd éve jött létre, az szerintem tévejeg. Ilyen ostoba egyedül senki nem lehet, ehhez segítségre van szüksége. Évekig kell valakit butítani, hogy elhiggyen egy ilyen ostoba elképzelést. Lehetséges az, hogy egy ember megőrüljön? Hogy teljesen meghibbanjon? Lehetséges, nem igaz? Lehetséges, hogy egy egész embercsoport megőrüljön. El tudják hinni, hogy 900 ember mérgezett üdítővel ölte meg magát. Egy egész csoport őrült meg. Megőrülhet egy egész nemzet, úgy értem, hogy több millió ember teljesen bekattanjon. Megtörtént, emberek? És az lehetséges, hogy az egész világ megőrüljön? A Biblia azt írja, és levettetett a hatalmas sárkány, az ősi kígyó, akit ördögnek és sátánnak hívnak, aki megtéveszti az egész földkerekséget. Szerintem olyan időt élünk, amikor majdnem az egész világ meghibbant. Azt hiszik, egy sziklától származnak, 4,6 milliárd éve. Hogy lehet valaki ilyen ostoba? A 2 Péter így folytatódik, hol van az ő eljövetelének ígérete, mert mióta az atyák elhunytak, minden úgy maradt, amint a teremtés kezdetétől fogva van. Ez egy fontos kifejezés. A gúnyolódók is azt mondják, hogy ma is úgy mennek a dolgok, ahogy régen. Egy hosszú és lassú folyamat részei vagyunk. A Biblia szerint a csúfolódók szándékosan tudatlanok. Ez görögül azt jelenti, szándékosan ostobák. Nem akarják tudni, hogyan teremtette Isten a mennyeket és a földet, és nem akarnak tudni az özönvízről sem. A világ özönvízzel elárasztva elpusztult.
Erről bővebben a második videón esik szó. Egy ilyen csúfolódó volt James Hutton is. Hutton a 18. század végén élt. Írt egy könyvet, amiben azt állította, a Föld több millió éves. Fontos tudni, hogy a 18. század végén a többség a Bibliában hit, de legalábbis hatással volt rájuk a kereszténység, és a Földet nagyjából 6000 évesnek gondolták. Akkoriban ezt tanították az iskolákban, Isten 6 nap alatt teremtette a világot. Ahogy ezt korábban említettem. De ez volt még a forradalmak kora is, például Amerikában, Franciaországban, Lengyelországban, Spanyol és Németországban. Az országok fellázadtak a királyok ellen, és a demokráciára vágytak. Ez volt a monarchia ellenesség kora. A Biblia kimondja, hogy a királyt tisztelni kell, vagyis a Biblia a politikai céljaik útjában állt. Ezért hiteltelenni akarták tenni. Ne feledjék, mindez a 18. század végén, a 19. század elején történt. Szóval a Földet pár ezer évesnek gondolták, de jött James Hutton, és azt mondta, nem, ennél sokkal idősebb. Erre az uniformitarianizmus segítségével jött rá. Srácok, ez egy vastag betűs szó, meg kell tanulni, mert benne lesz a dolgozatban. Az uniformitarianizmus azt jelenti, hogy a jelen a kulcs a múlthoz. Nem, James, a Biblia a tökéletes kulcs a múlthoz. A keresztények ahelyett, hogy harcoltak volna az évmilliós tanítás ellen, egyszerűen lenyelték. Elfogadták a hízag elméletet, a progresszív teremtés elméletét, beengedték az évmilliókat a Bibliába, pedig egy félszemű, félagyú ember is tudja, ha olvassa a Bibliát, hogy ez nem tanít olyasmit, hogy a Föld több millió éves lenne. Sehol nem tanítja. Tehát a keresztények nem álltak ellen eléggé ennek a tanításnak, hagyták, hogy az egyház is elhiggye, amikor pedig az evolúció népszerűvé vált Darwin könyvével 1859-ben a keresztjének, azt is elfogadták. Ez egy tragédia. A Nagy Fordulópont című könyv pont ezzel foglalkozik. James Hutton könyve nagy hatással volt egy fiatal Charles Lyell nevű skót ügyvédre. Charles Lyell gyűlölte a Bibliát. Amúgy egyszer valaki kiszámolta, hogy ha a világ összes ügyvédjét sorba állítanák az egyenlítő mentén, azzal mindenki jobban járna. Charles Lyell 1830-ban írta a Geológia alapelvei című könyvét. Itt van az asztalomon, majd megnézhetik. A könyv minden oldalából süt a Biblia iránti gyűlölete. A Bibliát ősi dogmának csúfolja, a keresztényeket kigúnyolja, a hitet vallásos elfogultságnak titulálja. Azt írja, az értelmesebbek, itt persze magáról beszél, akiket nem vakított el a dogma. Minden alkalmat megragadott, hogy csúfolja a Szentírást. Nem kell sokáig egyetemre járni ahhoz, hogy az ember beleszaladjon egy professzorba, aki ugyanígy csúfolja Isten szavát. Hány ilyennel találkoztak az iskolában? Mintha csak az lenne életük célja, hogy lerombolják mások hitét. Én rengeteg ilyennel találkoztam. A hitünket akarják lerombolni. Charles Lyell célja az volt, hogy a tudományt felszabadítsa Mózes uralma alól. Vajon mit értett ez alatt? Charles Lyell könyve előtt, ha valaki ránézett a Grand Canyonra, azt mondta, nézd, mit tett az özönvíz. Lyell nem szerette az olyanokat, akik a Biblia alapján magyarázták a Föld történetét, mert ő az évmilliókban hitt. Lyell volt az egyik, aki kitalálta a földtani rétegsort. Hányan hallottak már a földtani rétegsor kifejezést? A földkérget rétegekre osztották, és a rétegeknek nevet adtak úgy, mint kainozoikum, mezozoikum, paleozoikum és a többi. Talán látták a Jurassic Park című filmet, amit a Jura rétegről neveztek el. Minden küzetréteg kapott nevet, kort és egy indexkövületet. Mindezt 1830 előtt tették, amikor a szénazotópos, a kálium-argon, a rubídium-stroncium és az uránium-235-238-as kor meghatározásra még csak nem is gondolhattak. Tehát nem radiometrikus módszerrel állapították meg a rétegek korát, hanem egyszerűen a hasukra ütöttek. Az tény, hogy a földkéreg számos üledékes rétegből áll, ez tény. Láthatják is Tennessee-ben. Hogy kerültek oda? Erre kétféle magyarázat van. Az egyik csoport szerint évmilliók alatt jöttek létre, a másik csoport szerint az özönvíz hozta létre ezeket. De ezt a vonalat folyton el akarják tüntetni, és a magyarázatukat tényként akarják tálalni, pedig az nem tény, csak egy magyarázat, ez minden. A földtani rétegsor az evolucionisták bibliája, pedig sehol nem létezik, csak a tankönyvekben.
Nem létezik, ez a fickó el is ismeri. Ha lenne ilyen üledékoszlop, de sajnos nincs. Tudták, hogy nem is létezik? Ha létezne, akkor 160 kilométer vastag lenne. Nem létezik. Ez is egy hazugság, amit a tankönyvekben találhatunk, és az egész evolúció erre a hazugságra épül, illetve ez a legerősebb tartóoszlopa. A rétegek ott vannak, ez nem kérdés. A kérdés az, hogy hogyan kerültek oda. Ha az a réteg évmilliókig várt a következő rétegre, nem kellett volna esnie rá egy kis esőnek 10 millió év alatt? Miért nincs nyoma eróziónak a rétegek között? Miért sorakoznak egymáson a rétegek, mint egy rakás palacsinta? És miért nincs talajréteg a kőzet rétegek között? Mert a kőzet réteg tetején talaj szokott kialakulni. Itt miért nincs talaj? Ha egy üvegbe homokot, kavicsot, sarat raknak, összerázzák és leteszik, szép rétegek fognak kialakulni pár perc alatt. Nem kell hozzá sok idő. Láttak már ilyet ajándékboltokban? Két üveglap közé színes homokot raknak, az ember csak megfordítja, és szép rétegek jönnek létre pillanatok alatt. Pár éve Union Centerben prédikáltam, Dél-Dakotában. Ez itt Union Center. Rajta sincs a térképen. Pedig Dél-Dakotában mindent felraknak a térképre, hogy ne legyen rajta annyi fehér folt. Az egész faluban 40-en éltek, abból 38 jött el a templomba, a másik kettő biztos borjút húzott ki egy tehénből. Jól elbeszélgettünk, és a pap azt mondta, menjünk el Rapid Citybe a dinoszaurusz kiállításra. Mondtam, hogy remek ötlet, mert nagyon szeretem a dinoszauruszokat, el is robogtunk a múzeumba, ahol egy fickó felajánlotta, hogy körbevezet minket. Elfogadtuk a felajánlást. Az első állomás a geológiai időskála volt. Üveglap mögé rakták, ki van világítva, szent és érinthetetlen. Ott áldogálunk, és a fickó azt mondja, ez a réteg itt kb. 70 millió éves. Szuper, az a Kenneth teljes hang, ahogy ezt szokták mondani, 70 millió év. A lányom akkor 12 éves volt, felemelte a kezét és azt kérdezte, honnan tetszik tudni, hogy az a réteg 70 millió éves? Ez egy jó kérdés. A rétegek korát a bennük található kövületek adják meg, ezeket index kövületeknek hívjuk. Ez így is van, a tankönyvekben is ez áll. A tudósok index kövületek alapján határozzák meg a kőzetrétegek korát. A kislányom megköszönte a választ, aztán mentünk tovább pár csonthoz, amire a fickó azt mondta, ezek a csontok 100 millió évesek. A lányom megint felemelte a kezét, honnan tetszik tudni, hogy ezek a csontok 100 millió évesek? A csontok korát a réteg korából tudjuk meg, amiben találták. Azt mondja a lányom, amikor ott álltunk, azt tetszett mondani, hogy a csont adja meg a réteg korát, most meg, hogy a réteg adja meg a csont korát. Ez nem körkörös érvelés? Na gondoltam, nem esett messze az alma a fájától. A fickó úgy nézett rá, mintha elkezdett volna gondolkodni. A lányomra nézett, aztán rám, de én hagytam főni a levében. Gondoltam, ez jó móka lesz, ki nem hagynám semmiért. Azt mondta a lányomnak, igazad van, ez tényleg körkörös érvelés. Eddig nem vettem észre. Aznap este a fickó 80 kilométert autózott Union Centerbe, hogy meghallgassa az előadásomat. A tömeg 39-re duzzadt. Hozni kellett egy pótszéket. Utána egy órát beszélgettünk, és azt kérdezte tőlem, akkor minden, amit a geológiáról tanultam, téved, és mondtam neki, hogy dehogyis, én is szeretem a geológiát, gyűjtöm a kövületeket, az ásványokat, tanítok földtörténetet, szeretem a geológiát, de ami a rétegek korát illeti, az, kedves uram, badarság. Körkörös érvelésen alapul. Ez a tankönyv azt írja, hogy a kőzetet a kövület alapján datáljuk, a következő oldalon pedig az, hogy a kövületet a kőzet alapján datáljuk. Ez körkörös érvelés, de a gyerekek nem veszik észre. A laikusok rég gyanították, hogy a kőzetek kor meghatározása körkörös érvelésen alapul. A geológusok sosem álltak elő jó válaszsal, mert minek magyarázkodni addig, amíg a munka eredményeket hoz. Szigorúan filozófiai szempontból tagadhatatlan, hogy a geológusok érvelése körkörös. A kőzetek relatív korát a bennük található kövületek kora adja meg.
A kőzetkorát a kövületkora, a kövületkorát pedig a kőzetkora adja meg. A 19. század kezdete óta a kövületek alapján lehet a legpontosabban megállapítani a kőzetkorát, amelyben megtalálhatók. Néhány modern példától eltekintve a kövületek kor meghatározását soha nem radiometrikus módszerrel végzik. A kövületekre nem használják a radiometrikus kor meghatározást. A radiometrikus kor meghatározás lehetetlen lenne a földtani réteg sor nélkül. Lehetetlen egy kövület korát ránézésre megállapítani, ha csak nem tudjuk a kőzet korát, amiben találtuk. Ez Niles Eldridge írta, az egyik leghíresebb élő evolucionista. Azt írja, ez persze problémát is jelent. Nem is kis problémát, Niles. Ha a kőzeteket a kövületek alapján datáljuk, hogyan beszélhetünk a kövületek időbeli evolúciós változásairól? Körkörös érvelés. Azt írja ez a fickó, a kőzetek megadják a kövületek korát, de a kövületek pontosabban adják meg a kőzetek korát. Szerintem ennek a fickónak nincs ki mind a négy kereke. Az egyik messzire elgurult. Ez körkörös érvelés. Ez a fickó azt mondja, a körkörös érvelés vágyát figyelmen kívül lehet hagyni, mert nem tartozik a közvéleményre. Le lehet tagadni, vagy el lehet ismerni, de el is lehet kerülni pragmatikus érveléssel. De ettől az még körkörös érvelés marad. Egyébként az 1925-ös Daytoni majomperben milyen messze is van ide Dayton Steve? 160 kilométerre? Ezt akarták bizonyítékként felhasználni. A legalsó rétegek nyilvánvalóan a legidősebbek. A perirat 275. oldala. Nem, a legalsó rétegek nem nyilvánvalóan a legidősebbek. Az igaz, hogy állóvízben az üledék rétegek szépen rakódnak egymás után, de a folyóvízben 5-10 réteg is kialakul egyszerre. Így lehetséges, hogy egy alul lévő kövület fiatalabb egy felül lévőnél. Ha folyóvízről van szó. Akit érdekel a téma, nézze meg a Rétegtani Kísérletek című videót. Bővebben erről a 6. videónkban. Sokszor mondom az evolucionistáknak, hogy srácok, a földtani rétegsorotokban többször szerepel a mészkő. Ha adnék nektek egy mészkövet, honnan tudnátok megmondani, hogy az 100 millió éves jurakori mészkő, vagy 600 millió éves kambriumi mészkő? Mi alapján tudnátok megmondani? Azt feledik, hogy csak az index kövületek alapján. Pont erről van szó. A rétegek korát a kövületek határozzák meg. Ez a tankönyv egy trilobitát mutat be. Az áll benne, fiúk, lányok, a trilobiták kiváló index kövületek. Ha a trilobitát találunk egy rétegben, akkor az valószínűleg 5-600 millió éve jött létre. Én nem hinném. Találtak egy cipő lenyomatot egy kövületben, benne egy széttaposott trilobitával. Megkérdezték az evolucionistáktól, hogy hogyan léphetett egy ember egy trilobitára. Ha a trilobiták 500 millió éve éltek, az ember pedig csak 300 ezer éve él a bolygón, cipőt pedig csak 10 ezer éve visel, hogyan léphetett rá egy trilobitára? Egy ateista azt felelte, nos, az egyetlen válasz az, hogy idegenek jártak a bolygón 500 millió éve. Az idegen szöveg mindig bejön. Egy másik fickó szerint egy cipőnagyságú trilobita eshetett egy kisebb trilobitára. Vannak nagy trilobiták, de azok nem cipőtarp alakúak. Mellesleg a trilobiták szeme a legbonyolultabb, a trilobiták szeme elképesztő. Ezek a lények állítólag az elsők között fejlődtek ki, és már is a legkomplexebb szemmel rendelkeznek. A trilobiták nem indexkövületek, számos fajtájuk élt, sőt, valószínűleg még ma is él. Ez a balti rák például biztosan. Egy fickó pár hónapja küldött nekem egy befőttes üvegnyi trilobitát a Prudhoe-öbölből, egy víztisztító műből. Egy olajfinomító víztisztító művéből. Amikor Pensacolába értek, még éltek a befőttes üvegben, de én nem tudom, hogyan kell életben tartani egy trilobitát, úgyhogy mit megdöglött. Most a múzeumunkban vannak kiállítva. Valaki küldött nekem egy nagy példányt, egy ekkorát, a karibi térségben fogták, le volt fagyasztva. Amikor a fickó megtalálta, még élt. Engem csótányra emlékeztetett, de úgy nézett ki, mint egy nagy trilobita. Ebben a tankönyvben egy graptolita látható. Azt írja a könyv, hogy 410 millió éves. Nem hinném. 10 éve élő graptolitákat találtak a Csendes-óceáni térségben.
úgyhogy a graptolitákat sem lehet indexkövületként használni. Azt írják a tankönyvek, hogy a bojtos úszós hal a Devon-kor indexkövülete is 325 millió éves. Látjátok a rövid lábakat, gyerekek? Van egy picike lába, és aztán jön az uszonya. Ez bizonyítja, hogy az uszonyából fejlődik ki a lába. Nem, ez egy hazugság. A bojtos úszós hal él és virul. Az Indiai óceánban úszkál. Amikor kifogták az elsőt 1938-ban, a tudósok azt mondták, ezt nézzék meg, 325 millió évet éltek túl. Meg sem fordult a fejükben, hogy a földtani rétegsor talán fabatkát sem ér. Mert a rétegsort nem lehet megkérdőjelezni, az a szent és sérthetetlen. Azt kell mondani, hogy 325 millió évet éltek túl. Benne van a tankönyvekben, és még mindig azt írják, hogy ez a Devon-kor indexkövülete, pedig tudják, hogy ott úszkálnak az óceánban. Hogy lehetnek ennyire ostobák? Egy hölgy könyvet is írt róla, az időben kifogott hal a címe. Ez itt a saját 4 milliómod nagybátyánk. Hát a hölgy nekem tényleg halszerűnek tűnik, főleg a kopoltyúja táján. Azt is mondják, hogy a dinoszauruszok a krétakor index kövületei, és 70 millió évesek. Ez badarság. Olyan dinoszaurusz csontot találtak, amiben még ott voltak a vérsejtek. Meddig marad meg egy vérsejt? Ezek lágy szövetek, amiket dinoszaurusz csontokkal együtt találtak. Rugalmas lágy szövetek. 2005. márciusában találták. Ezek megkövült emberi kezek, amiket dinoszaurusz csontokkal egy rétegben találtak. Azt mondják, a rétegek különböző korúak, de ez badarság. Charlie Darwin nem szerette a kerekszámokat, ezért azt mondta, a Wilden réteg 306.662.400 éves. Honnan tudhatott volna ilyesmit? A világ számos pontján találnak megkövült fákat álló helyzetben, amik keresztül mennek több rétegen. Álló fakövületek. Mennyi ideig áll egy halott fa, mielőtt kidőlne? 5 évig? 10 évig? 5 millió évig? Nem, az nem lehet. Mégis találnak a Földön álló helyzetben lévő fakövületeket, íme néhány fotó, mindenféle fát találnak álló helyzetben. Ezek keresztül mennek több rétegen, mégis azt tanítják a gyerekeknek, hogy a rétegek különböző korúak. Én nagyon nehezen tudom elhinni, hogy ezek a rétegek különböző korúak lennének. Alabamában van egy nagy szénbánya, tele álló fakőletekkel, amik két szénrétegen is átmennek. Az iskolában azt tanítják, hogy a szén kialakulásához erdőnek kell nőnie, a fák kidőlnek, az erdőből mocsár lesz, ellepi a sár, a rárakódó sárréteg nyomásától pedig lassan kialakul a szén. Évezredekkel később egy másik erdő nő, amiből majd egy új szénréteg alakul ki. Tehát két szénréteg kialakulásához évezredek kellenek, ezt mondják az iskolákban. Ami badarság. Ha megnézzük a fákat, az A, B, C, D, E, F, G mintákat, amiket a szénbányában találtak, nem kell zseninek lenni, hogy valaki rájöjjön, ezek a szénrétegek egyszerre alakultak ki. Nagyon gyorsan. A különbség csak pár hét vagy hónap lehet. Valószínűleg az özönvízben. Bővebben erről a hatodik videón. Milyen messzire van innen Cookeville? 150 kilométerre? 240 kilométerre. Cookeville-ben hasonló fakövületet találtak. Az alja szénné alakult, a közepe megkövült, a teteje szintén szénné alakult, egy második szénréteg részévé vált. Egy azon fa. Amúgy a szénrétegeket általában miért kő vagy agyagrétegeken találják? Nem túl mostoha a környezet az egy erdőnek? A talaj jobb lenne, nem? A világon több ilyen fát találnak. Új-Skóciában több tucat olyan fakűvületet találtak, ami több kőzetrétegen halad keresztül. A tudósok oda mennek, megnézik, és azt mondják, érdekes. Ez nem érdekes, hanem felborítja azt, amit tanítanak, hogy a rétegek különböző korúak. Van egy brossúránk, amiben 30-valahány színes fotó van álló fakűvületekről. Időnként találnak fejjel lefelé álló fakövületeket is, amik több rétegen haladnak át. Na most aztán tényleg megmond van. Addig gondolkodtam rajta, amíg belefájdult a fejem. Az evolucionisták kétféle megoldással álltak elő. A fák évmilliókig álltak, közben pedig lerakódtak köréjük az üledékes rétegek, vagy a fák keresztül nőttek több 10 méternyi sziklán, hogy eljussanak a fényig.
Talán inkább egy nagy özönvíz temette el ezeket a fákat, nem? Milyen gyorsan futott a borjú, igaz? A Szent Helen vulkán több ezer fát lőtt a Spiritóba. Sok fa az iszapos tó fenekébe ragadt, ezért ezek álló helyzetben fognak megkövülni. Nem kell túl sok idő ahhoz, hogy a dolgok megkövüljenek. Ez itt megkövült tűzifa. Ott látszik rajta a balta nyoma. Ez egy fába szorult, mumifikálódott kutya. Felkergetett egy mosómellét a fára, de beszorult az oduba. Ez aztán a fakutya, igaz? Ez pedig megkövült cowboy csizma, cowboy lábbal együtt. A csizmát csak 1950-ben készítették. Megkövült eleve szülő hal szülés közben. A szülés nem tart évmilliókig, hála Istennek. Egy megkövült kalap, megkövült savanyú borka. Egy fickó küldte nekem Montanából, egy omladozó ház romjai között találta. Kérdezte, nem kellene nekem a múzeumomba? Persze, hogy kellett. Épesző ember nem utasít vissza egy uborka kövületet. Jöjjenek el a Dinoszaurusz kalandparkba is, nézzék meg a kőuborkát. Ezek megkövült lisztes zsákok. Egy malomban találták, amit 1910-ben elöntött a víz Arkansasban. Ez egy megkövült mérges gomba, a fantasztikus ékkő és ásvány múzeumból, ami az apró Shirley-ben található, Illinois államban. Azt nem mondom, hogy könnyű oda találni, de megéri a fáradtságot. Ezek megkövült makkok. Ez a kisrác küldte nekem. Egy vödör vízbe tette a makkokat, hogy kicsírázzanak, de megfeledkezett róluk, az anyukája találta meg a vödröt tavasszal. Addigra a makkok megkövültek. Megkérdezte, kiállítanám-e a múzeumomban? Hát persze. Jöjjenek el és nézzék meg a megkövült makkokat is. A kövülésről bővebben a hatodik videón beszélek. Tehát, gyerekek, aki azt mondja, hogy a rétegek különböző korokat jelentenek, azt vagy átverték, vagy hazudik, mert nem így van. A rétegek majdnem mind az özönvíz során alakultak ki. A Föld felületének 85%-án még három geológiai korszakot sem lehet helyes egymást követő sorrendben megtalálni. Bár a földtani rétegsor nem létezik csak a tankönyvekben, mégis az 1830-as években ez a tanítás fordította el az embereket a Bibliától az uniformitarianizmus felé. Ez a tanítás nagy hatása volt egy papra, akkor fejezte be a teológiát, lelkipásztor akart lenni, úgy hívták Charles Darwin. Hallottak már Charles Darwinról? Darwin elvégezte a teológiát, aztán 5 évig hajókázott a nagyvilágban, és bogarakat gyűjtött valami brit bogarológusnak. Az útra vitt magával könyveket is, vitte a Bibliáját, hiszen akkor végzett a teológián, és vitte ezt az új könyvet is, a geológia alapelveit. Charlie azt mondta, hogy ez a könyv örökre megváltoztatta az életét. Egy barátjának azt írta, a hitetlenség lassan lett rajtam úrrá. Nem éreztem gyötrelmet. Lassan elvesztette a hitét a Bibliában. Darwin eljutott a Galapagos szigetekre is. A szigeteken 14 különböző pinyfajtát talált. Ez egy apró madár, apró csőrrel. A fajták csőrének alakja különböző volt. A Grant házaspár is tanulmányozta a pinyeket, és azt találta, hogy száraz időszakokban a csőr 1/10 milliméterrel vastagabb, nedves időszakokban pedig 1/10 milliméterrel vékonyabb. Az átlag viszont marad, ami 8/10 milliméter. Tudják, ez mekkora? Nem valami nagy. Darwin ránézett a madarakra, és azt mondta, ezeknek a madaraknak biztosan egy közös őse volt. Ebbe beletrafáltál Charlie, egy madár volt az. De Charlie folytatta, ez talán bizonyítja, hogy a madarak és a banán rokonok. Azt mondják, ilyesmit nem mondhatott, dehogy nem mondott. Meg is mutatom, hol itt van a könyve, a fajok eredete. Írta Charles Darwin, a 170. oldalon Darwin ezt írta, igazán csodálatos tény, hogy minden idők összes állata és növénye rokoni kapcsolatban áll egymással. Nem azt írja, hogy a madarak és a banán rokonok? De bizony. Ez egy hazugság. Amit Charlie megfigyelt, azt néha mikroevolúciónak nevezik. A mikroevolúció azt jelenti, hogy a kutyából többféle kutya lehet. Ez tény, meg is történik. A rózsából pedig többféle rózsa lehet. Ezen nincs mit vitatkozni. A kérdés az, hogy túlmegye ezen a határon. A kutyából lehet kis kutya és nagy kutya, de más nem. Az is valószínű, hogy a kutyának és a farkasnak közös őse volt. Ezzel sem vitáznék. De ma reggel leteszteltem egy 5 éves kislányt. Kutya, farkas, préri farkas és banán. Melyik a kakukktojás? Eltalálta. A banán volt az.
Egyetemi professzorok miért nem tudják eltalálni? Itt a National Geographic címlapja, a kutya evolúciója a farkasból. Ezzel senki nem vitatkozik, a kutyák a farkasoktól származnak. A Biblia azt írja, hogy mindegyik a fajtájának megfelelő utódot hoz, 10-szer írja le az első fejezetben. Az evolúció szónak egyébként 6 jelentése van. Az első a kozmikus evolúció, az ősrobbanás. A második a kémiai evolúció, amiben minden elem a hidrogénből származik, és badarság. A harmadik a csillagevolúció, pedig borból nem lehet csillagot préselni Boyle gáztörvénye miatt, mégis annyi csillag létezik, hogy mindenkinek jutna belőle, vagy 11 billió. A negyedik a szerves anyag evolúciója, élet keletkezett élettelen anyagból. Az ötödik a makroevolúció, amikor egy fajból másik faj jön létre. Ezek közül egyet sem figyeltek meg. A hatodik a fajokon belüli variálódás vagy mikroevolúció. Ez megtörténik. Az első öt vallásos elképzelés. Ezért kell az evolúciós vitákban először tisztázni a fogalmakat. A hatodikkal egyetértek. Az első öt nem történt meg. Egyesek csak hiszik, hogy megtörtént. Figyeljék, hogy változtatják a definíciókat a tankönyvekben. Az evolúció időben történő változás. Tényleg ezt gondolják? Ezt figyeljék. Más szóval az élő lények változtak meg idővel. Egy pillanat. Az első négy lépést csak úgy átugorjuk. Kihagyják az első négy lépést, mintha nem is lenne az elmélet része, pedig így nem logikus az elmélet. Aztán így folytatják. Az evolúció a fajokban bekövetkező változás. Ezt már én is elhiszem. A fajok valóban meg tudnak változni. Egészen fura állatfajták jöhetnek létre, de attól még ugyanhoz a fajhoz tartoznak. Ez egy hazugság. Igazából nem ezt értik evolúció alatt. Példát mondanak a hatodikra, és el akarják hitetni veletek, hogy az egész elmélet be van bizonyítva. Ellen kell állni az agymosásnak. A legtöbb evolucionista szerint a makroevolúció hosszabb idő alatt lezajló mikroevolúció. Nem, nem az. Egy konferenciát tartottak ebben a témában Chicagóban. A chicagói konferencia fő kérdése az volt, hogy a mikroevolúció mechanizmusaival meg lehet-e magyarázni a makroevolúciót. A válasz egyértelműen nem. Nem működik. Új fajták létrejönnek, de egy határon belül. Tudják, a gazdák régóta szeretnének nagyobb disznót tenyészteni. Vajon lesz egyszer akkora disznójuk, mint Texas? Lefogadom, hogy nem. A csótányok ellenállóvá váltak a rovarirtókkal szemben. Vajon egy nap kalapács állók is lesznek? Valószínűleg nem. Ennek a tigrisnek 3 különböző színű kölyke született. Ez a variáció, de attól még tigrisek maradtak. Ez nem evolúció. A végén mindig ugyanaz a fajta utód születik, ahogy a Biblia írja. Az új fajtához szükséges információnak benne kell lennie a génkódban. Új információ nem jön létre. Az új fajta génállománya egyre behatároltabb. Valaki éveken át keresztezett kutyákat, hogy kitenyészze a csivavát. Ezt a 100%-ban haszontalan kutyát. Gondoljanak bele, egy csivava meddig élne a való világban? Engedjék csak ki az erdőbe, és nézzék, mi történik. Odaszaladnak a farkashoz. Nyaf, nyaf, nyaf. Aztán ham, és génkód vége, igaz? Amikor egy fura fajta jön létre, a genetikai információ elvész, és nem új jön létre, pedig az igazi evolúcióhoz épp erre lenne szükség. De ez nem történik meg. Én Illinoisban nőttem fel, a kukorica hazájában. Ott annyi kukorica fajta van, hogy már számot kell adni nekik. Ki is van téve a tábla, hogy BX65 ne keverje az XL29-el, mert robban. De keresztezhetik a kukoricát napestig, végül akkor is csak kukoricát kapnak. A kukorica kórón nem fog nőni se paradicsom, se hörcsök, se bálna. Rengeteg kutyafajta létezik a világon, és lehetett is közös ősük. Egy kutya. A BBC News írta, úgy tűnik, a mai kutyák 95%-a 3 eredeti nősténytől származik. Már kapizsgálják. Manapság sok kutyafajta él, de a tudósok szerint mind néhány 15 ezer éve élt ember által megszelídített farkastól származik. Ők is kapizsgálják. Ha ezek így folytatják, a végén még független baptista lesz belőlük. Bizony, mert aki megmássza az igazság hegyét, a csúcson baptistákat talál.
Ez az írtankönyv ezt divergens evolúciónak nevezi. Oda bigyeztik egy farkas meg öt kutya képét, és ez lenne a divergens evolúció. Minek ez a cifra név? A kutya az kutya. Csak más fajta. Ez a mexikói tankönyv azt írja, a lónak és a zebrának egy közös őse volt. Egyetértek. És úgy nézett ki, mint egy ló. Négy láb meghajtás, eredeti bőrkárpit, széria lócuccok, meg minden. Kitenyésztettek egészen apró lovakat. A kalandparkunkban is láthatnak ilyen semmire se jó paripákat. Lovagolni nem tud rajta senki, csak az unokám tudna, ha tudna. Mire jó egy ilyen ló? A lovakat, a szamarakat és a zebrákat lehet keresztezni. Vannak, akik meg is teszik, így jön létre. A zebraló, a zebár, a zebroid, a szabra és a semár. Itt egy zebra pizsama nélkül. Itt meg egy zebroid csorda. Az elmúlt 100 évben a Kentucky Derbyn az átlag győztes idő 127 másodpercről 123 másodpercre csökkent. A régi időkben is besikeredett pár alacsony idő. Kérdés, mit tippelnek, mennyi pénzt költöttek arra, hogy kitenyészék a Kentucky Derby leggyorsabb lovait? Sok millió dollárt. Itt is ezt csinálják, nem? Egy vagyonért tenyésztik a Tennessee Walkert. Melyik a legdrágább Tennessee Walker? $1 millió? Egy lóért? 3 millió? Egy lóért? Az kilónként mennyi? Olaszországban ettem lóhúst, és finom volt. Az íze, mint a csirkének. Nem tudom, elérték-e már a lovak maximum sebességét, de gyanítom, hogy közel járnak hozzá. Ha tényleg meg akarják nyerni a Kentucky Derbyt, tenyészenek szárnyas lovat, és repüljék körbe a pályát 12 másodperc alatt. A lényeg, hogy tenyészhetünk fajtákat, de csak határokon belül. Rengeteg tehén fajta él a földön, és lehetett is közös ősük. Egy tehén. Ebből a magazinból csirkéket lehet rendelni. Na, mit rendeljünk? Cinnamon Queen-t, Red Rockot, vagy Brown Leghorn-t? Figyeljék, mit ír a magazin. A bankivattyúk az eredeti madár, amiből az összes házi tyúk fajtát kitenyésztették. Tudták, hogy minden csirkének volt egy közös őse? Megtippelik, mi volt az? Egy csirke. Kitalálták. A világon 8 fajta medve él, és lehetett egy közös ősük. Egy medve. Tudták, hogy a brokkolinak, a káposztának, a karfiolnak és a kelbimbónak egyetlen közös őse volt? Egy növény. Kaliforniában óriási földeken oltanak angol diót fekete dió törzsekbe. A fekete dió gyökérzete erős és bírja az ottani időjárást, viszont az íze nem túl jó, nincs jó ára a piacon és nehéz feltörni. Az angol dió finomabb, jobb az ára, könnyű feltörni, de a gyökere rohad. Ezért a kettőt összehozták. Kaliforniában. Csak azért sikerülhet, mert mindkettő dió. Teknős hátára nem tudnának angol diót oltani. Nem jönne össze. Évekig a cukorrépát használták, amikor felment a cukorára. Próbálták nemesítéssel megemelni a cukorrépa cukortartalmát. 6-ról 17%-ra növelték. De aztán falba ütköztek. 17-nél nem jutottak feljebb, és minél messzebbre jutottak az eredeti fajtától, annál több gond jelentkezett. Most aztán lehet rá szórni a rengeteg permetszert megállás nélkül, mert lecsökkent az ellenálló képessége. Azt mondják, a baktériumok ellenállóvá válhatnak az antibiotikumokkal szemben, mert információt veszítenek. Dr. Spetner rámutatott, hogy itt egy félreértés van, mert az antibiotikummal szembeni ellenálló képességet okozó mutáció információ vesztéssel jár. Például egy baktérium elpusztításához a streptomicinnek a baktérium riboszómájához kell kapcsolódnia. A mutációk néha deformálják a riboszómák szerkezetét. Mivel az antibiotikum nem tud a hibás alakú riboszómához kapcsolódni, a baktérium ellenállóvá válik. Bár ez a mutáció pillanatnyi előnnyel jár, akkor is genetikai információvesztést jelent, nem növekedést. Nem történik evolúció, a baktérium nem válik erősebbé, sőt, ha nincs jelen antibiotikum, ezek a baktériumok gyengébbek a nem mutálódott egyedeknél. Itt egy példa. Katonák jönnek a városba, mindenkit megbilincselnek és börtönbe zárnak, hogy megöljék őket. De ha nekem nincs karom, engem nem tudnak megbilincselni. Haha! Az hasznos mutáció, ha nincs karom?
persze egy ideig az, de hosszú távon már nem. Szinte mindig a baktériumok ellenálló képességével állnak elő. De az információ veszteség, nem növekedés. A Biblia nem téved. A maguk fajtája szerint hoznak utódot. James Hutton könyve után az emberek kételkedni kezdtek a Föld 6000 éves korában. Charlie Lyell könyve után kételkedni kezdtek az özönvízben, Darwin könyve után pedig a teremtőben. Az 1800-as évek közepére az emberek azt gondolták, ha nem Isten teremtette, akkor hogy kerültünk ide? Ki a világ ura? Ez vezetett a kommunizmus, a marxizmus, a szocializmus és a nácizmus megjelenéséhez. Erről bővebben az 5. videón, aminek a címe az evolúció veszélyei. Nem Darwin találta ki az evolúció elméletet, ő csak népszerűvé tette. Timóteust már nagyon régen figyelmeztette Pál. Fordulj el a szentségtelen üres beszédektől és a hamis nevű tudománynak ellenvetéseitől. Az evolúció nem tudomány, hanem vallás a szó minden értelmében. Hitler mondta, hadd mondjam meg, mi kerüljön a tankönyvekben, és enyém lesz az állam. Wilson professzor ezt mondta, újjászületett keresztjén voltam. 15 évesen nagy buzgalommal léptem be a déli baptista egyházba. 17 évesen hagytam ott, amikor az Alabamai Egyetemre mentem, és tudomást szereztem az evolúció elméletről. Elvesztette a hitét egy év egyetem után. Ahogy Philip Wentworth is. Egyetemre ment, elvesztette a hitét, és kilépett a gyülekezetből. Scott majdnem elvesztette a hitét, de valaki megnézette vele az egyik videómat, azt mondta, Hovind testvér, megmentette a hitemet. Marty írta nekem, hogy szeretném, ha tudná, hogy a szolgálata áldás volt a számomra. Egyike voltam az evolúciós tanítás áldozatainak, megkerüljeleztem Isten létezését, de meghallgattam az előadásait, ami megerősítette a hitem. Hurrá! Egyet sikerült megmenteni. Elképesztő, hány ezer ember veszítette el a hitét az evolúció elmélet miatt. Karl Marx Istennek akarta szentelni az életét. Egyetemre ment, és evolucionista lett. Sztálin elvtárs, egyébként pont ma volt róla egy film a tévében, kilátta. Keresztény iskolába járt, elolvasta Darwin könyvét, és ateista lett. Közel 100 millió embert ölt meg a népéből. Andrew Carnegie is Darwin könyve után lett ateista. Azt mondta, hogy megszabadította a vallás békjóitól. Rám tört a fény, minden világos lett, megszabadultam a teológiától, és megtaláltam az evolúció igazságát. Milliókat hagyott hátra, hogy az evolúciót tanítsák az iskolákban a teremtés helyett. Megalapította az Amerikai Tudományos Oktatási Központot. Mindenkit nem lehet felsorolni, de a keresztény családban felnőtt gyerekek 75%-a egy év egyetem után elveszíti a hitét. Mi van a tankönyvekben? Mit tanítanak a gyerekeinknek, amitől elveszítik a hitüket? Egy kis szünet, és tovább foglalkozunk a tankönyvekben lévő hazugságokkal. Üdvözlöm Önöket az előadás második felében. Újból mondom, én nem vagyok tudományellenes, se iskola, se tanárellenes, én csak hazugságellenes vagyok. Az evolúció elméletet semmilyen bizonyíték nem támasztja alá, csak olyan dolgok, amikről régen kiderült, hogy nem igaz. Ha van valódi bizonyíték, azt szeretném látni. Negyedmillió dollárt ajánlottunk fel annak, aki valódi, tudományos bizonyítékot mutat fel az evolúcióra. 10 éve áll az ajánlat. Nincs bizonyíték. Mondok egy példát. Mondjuk, hogy van egy elméletem, ami szerint a Hold zöld sajtból van. Ostoba elmélet, tudom, de ostoba elméletek ellen nincs törvény. De ha elkezdeném tanítani a gyerekeknek, hogy a NASA 1973-ban bebizonyította az elméletemet egy titkos küldetés során, hogy furtak egy lyukat és kiderült, hogy a Hold tényleg zöld sajtból van. Na, itt álljunk meg. Az nem gond, ha van egy ostoba elmélete valakinek, az viszont már gond, ha hazudik, hogy bebizonyítsa az elméletét. Még rosszabb, ha az illető az adófizetők pénzét kapja a hazudozásáért. Tehát, ha van egy elmélet, ami szerint egy kődarabtól származunk, az engem nem zavar. Az viszont már zavar, hogy a bizonyítékokat illetően hazudnak a gyerekeknek, ráadásul az én pénzemen teszik mindezt. Íme néhány bizonyíték, amivel az elméletet alátámasztották. Kövületek. Na ne vicceljetek, egy kövület sem lehet az evolúció bizonyítéka, egy sem. Ha csontot találunk a homokban, az csak annyit jelent, hogy elpusztult egy állat. Nem lehet tudni, hogy voltak-e utódai. Kövülettel nem lehet az evolúció elméletet bizonyítani. Aztán ott van még az anatómia és a molekuláris biológia. Beszéljünk ezekről egy kicsit.
Az evolúció halott, az elmélet döglött, nem támasztja alá semmi, de a követői nagyon elszántak és nem tudják elengedni. Akár hazudnak is, hogy elhitessék önökkel, hogy minden rendben van. Nézzék, az evolúció elmélet jól van, és nincs elmélet, ami megkérdőjelezhetné. Jó formában van, pulzus és szívműködés rendben. Bocs, fiúk, de kimúlt. Hagyjátok el a hajót, mert süllyed. Az evolúció két hamis feltételezésen alapul. Az első, a mutációkból új dolog jön létre. De soha nem figyelték meg. Kettő, a természetes szelekció kiválasztja, hogy átvegye egy másik populáció helyét. Az evolúció igazából a halálvallása. Ahhoz, hogy az evolúció működjön, egy állat továbbfejlődik, de minek kell történnie a többi állattal? Meg kell halniuk. Különben az új, továbbfejlesztett gén visszasüllyed a génállományba. A kérdés borzasztóan egyszerű. Az ember hozta a halált a világba, ahogy a Biblia mondja, vagy a halál hozta az embert a világba, hogy az evolúció mondja? Valaki téved? A tankönyv szerint a mutációk a populációkon belüli variációk forrásai. Mutációk tényleg történnek, kérdés nem férhet hozzá, de nem okoznak evolúciót. A mutációk a meglévő genetikai kódot keverik össze. Nem hoznak létre új dolgot. Itt egy ötlábú bika. Egy mutáns. De nincs új információ hozzáadva. Már megvolt benne a lábnövesztés információja, csak növesztett egy plusz lábat, ez minden. Ez nem új, hanem összekevert információ. Egy rövid lábú birka, itt sincs új információ mellesleg, ez nem is hasznos mutáció. Őt fogja elkapni a farkas. Igaz? Hé, ott a farkas, futás! Szegény Hermant elkapta. Ez egy kétfejű bárány, egy mutáns. Ez meg egy kétfejű teknős, mutáns, de nem ninja. Télen meg fog fagyni, mert senki nem gyárt dupla nyakú pulóvert. Meg fog fagyni. A karácsony szó betűiből több értelmes szót lehet kirakni, de a xerox, a zebra és a királynő szavakat nem lehet, mert hiányoznak a betűk. Ez a tankönyv egy négy szárnyú legyet mutat be, ami mellesleg nem tud repülni, és azt írja, a gyümölcslénynek két szárnya van, ennek a mutánsnak négy. Ez a ritka mutáció, a legtöbb mutációhoz hasonlóan káros. A természetes szelekció nyersanyaga a hasznos mutáció. Na itt álljunk meg. Miért nem mutatnak egy példát a hasznos mutációra? Beszélnek a hasznos mutációkról, de képet azt nem mutatnak róla. Miért? Tudják, miért nem mutatnak képet? Mert soha senki nem látott még ilyet. Egyetlen hasznos mutációról sem tudunk. Egy alkalommal azt mondta nekem egy ateista, ez hazugság, tudok mondani példát hasznos mutációra. Azt mondta, hogy a sarlósejtes anémiában szenvedő afrikaiak ritkábban kapják el a maláriát. Na, ez aztán remek példa. Olyan, mint azt mondani, ha levágod a lábad, soha nem fog kisebesedni. Egyik sem jó, igaz? Itt azt írják, az evolúció együtt jár a természetes szelekcióval. A természetes szelekció okozza az evolúciót. Ez nem igaz. A természetes szelekció szelektál, de nem hoz létre semmit. A természetes szelekció nem teremtő erő, esetleg stabilizáló erő, de nem teremtő. Ezt még egy félesző is tudja. A természetes szelekció nem tud új tulajdonságot létrehozni, csak szelektálni képes. Ez a könyv azt írja, a természetes szelekció révén egy év alatt bekövetkezett az evolúció, ez nem igaz. A természetes szelekció evolúcióhoz vezethet, ez hazugság. A természetes szelekció szelektál, de nem hoz létre semmit. Ha valaki egy autógyárban dolgozna, milyen messze van ide a Saturn gyár? Közel van, nem? Dolgozik itt valaki a Saturn gyárban? Ha valaki a minőség ellenőrzésen dolgozna, az lenne a dolga, hogy ellenőrizze és kipróbálja a kocsit, hogy minden jó-e rajta. Ha minden hibát észrevenne, ami mellesleg nem történik meg, de ha észrevenni, mennyi idő alatt változtatná a minőség ellenőrzés az autót repülőgépé? De hát a minőség ellenőrzés nem tudja átváltoztatni az autókat. Én tudom, erre csak a tervező képesek. Isten természetes szelekciója is csak minőségellenőrzés, ami nem hoz létre új állatokat, csak garantálja, hogy jó állatok születnek. És itt van ez a legfittebb túlélése dolog is. Ez hogy magyarázza meg a legfittebb megjelenését? Mellesleg a legfittebb túlélése kifejezés is tautológia, vagyis nem jelent semmit. Bebizonyítom. Kérdés, miért maradt életben? Mert a legfittebb volt.
Honnan tudja, hogy a legfittebb volt? Mert életben maradt. Ja, értem. Ha egy bána átúszik egy halrajon, és megeszi a raj 80%-át, az nem az erősebb túlélése, hanem a szerencsések túlélése. Ez történik a természetben. A tudósok egy része képes fantasztikus dolgokat megfigyelni, de aztán rosszul vonják le a következtetéseiket. Egy alkalommal tudósok meg akarták tudni, mekkorát tud ugrani egy béka. Vettek egy békát, és azt mondták, ugorj, béka, ugorj! És a béka ugrott 2 métert. Ekkor levágták a béka egyik lábát. Ugorj, béka, ugorj! A béka ugrott 175 centit, aztán levágták még egy lábát. Ugorj, béka, ugorj! Ugrott 150 centit, is levágták még egy lábát. Ugorj, béka, ugorj! Ugrott 125 centit, ekkor levágták az utolsó lábát is. Ugorj, béka, ugorj! Az adatok alapján azt várták, hogy ugrik kb. 1 métert. A béka 0 centimétert ugrott. A béka nem mozdult. Hangosabban kiáltották, ugorj, béka, ugorj! A béka nem mozdult. A tudósok elképedtek. Újra próbálkoztak. Egy új békával. Mindig ugyanazt az eredményt kapták. A kiváló tudósok elemezték az adatokat, és azt mondták, a béka kevesebb lábbal kisebbet tud ugrani. Jó megfigyelés, ezt telibe találták. Ebből következik, hogy a láb nélküli béka megsüketül. Rossz következtetés. A megfigyelés jó volt, de a következtetés rossz. Ez történt a gyümölcslegyekkel is. A laborban adtak nekik atomot, mikrohullámot, röntgent, mindenféle gonosz dolgot csináltak velük, és nagyon fura kis legyeket kaptak. Lettek kunkori szárnyú legyek, amik körbe-körbe repültek, és lettek szárny nélküli legyek is, amik egyáltalán nem tudtak repülni. Mindenféle mutáns legyet kaptak, és azt mondták, a gyümölcslegyekből nem lett más, csak gyümölcslégy. Na már, komolyan? A mutációkkal létrejött legyek gyöngébbek voltak az eredeti legyeknél. Jó megfigyelés. Ebből következik, hogy a gyümölcslegyek elérték az evolúciós végállomást. Rossz következtetés. Isten ilyennek teremtette a gyümölcslegyeket, ti pedig mutánsokat kísérleteztetek belőlük. Jól el voltak, amíg ti el nem kaptátok őket. Azt mondják, Darwin fittebb, mint valaha. Az északi legyek szárnya 4%-kal nagyobb a déliek szárnyánál. Ez aztán a bizonyíték. De a légy, az légy maradt. Azt mondják, hogy a pettyes molylepke az evolúció bizonyítéka. A fákon élő molyok 95%-a világos színű volt, 5%-a fekete. Aztán a gyárak szénporától a fák befeketettek, és most a molyoknak már csak 5%-a volt világos, 95%-a fekete lett. A gond csak az, hogy az egész történet hazugság. Döglött molyokat ragasztottak a fákra, hogy elkészítsék a fotókat a könyvekbe. Megmutatom. Használják még ezt a könyvet, testvér? Már nem. Pettyes molylepkék. Az új könyvekben most is úgy szerepel, mint az evolúció bizonyítéka. Döglött molyokat ragasztottak egy fára, mert 40 év megfigyelés után összesen 2 darab molyt találtak a fákon. Mennyi is a 2,95%-a? Ezen gondolkodnom kell. Mégis benne van a könyvekben, mint az evolúció bizonyítéka. A tulsai állatkertben miért van pettyes molytárlat? Miért kell az evolúció elméletet erőltetni egy állatkertben? Akit érdekel a pettyes moly története, olvassa el az Evolúció ikonjai című könyvet. Azt mondják a gyerekeknek, hogy tanulják meg a kritikus gondolkodást. Fiúk, lányok, szerintetek az ember még fejlődik? Miféle kérdés ez? Ez olyan, mintha azt kérdeznék, már nem vered a feleséged? Lássuk csak. Ha igent mondok, elismerem, hogy vertem, ha nemet mondok, akkor még mindig verem. Látják, hogy lehet a kérdésbe beleépíteni egy feltevést? Nézzük meg a kérdést. Szerintetek az ember még fejlődik? Mi a beépített feltevés? Hogy az ember kifejlődött? Mit válaszoljon erre egy keresztjén iskolás? Talán azt, hogy a kérdés rosszul van feltéve, mert feltételezi, hogy az evolúció megtörtént, pedig nem történt meg. Azt is kérdezhetnék, hogy miért narancssárga az elefánt? Hú, ez kemény. Tényleg miért narancssárga? Nem is az.
Ezzel nem kritikus gondolkodásra tanítják a gyerekeket, hanem a szovjet típusú agymosó technikát alkalmazzák rajtuk. Az iskola befejeztével a gyerek azt hiszi, hogy képes, a kritikus gondolkodása pedig nem. Azt tudja, hogy el kell hinni, amit mondanak neki, de azt nem tudja miért. Ez nem kritikus gondolkodás. Aztán azt mondják a gyereknek, hogy az evolúciót bizonyítják a hasonló struktúrák. Na ez mit jelent? Fiúk, lányok, tudtátok, hogy két csont van a csuklótokban, a rádiusz és az ulna? Király, nem? És képzeljétek, hogy az aligátornak is két csontja van a melső végtagjában, a rádiusz és az ulna. Ez bizonyítja, hogy rokonok vagyunk. Ezt mondják nekik. A hasonló struktúrák bizonyítják, hogy ezek az állatok közös ősből fejlődtek ki. Szinte minden tankönyvben benne vannak a hasonló struktúrák, mint az evolúció bizonyítékai. Közös ősből fejlődtek ki, ezt írja a tankönyv. Gondolkodj kritikusan, a csontok megegyeznek, ez a rokonság bizonyítéka. Egy négylábú közös ősből fejlődtünk ki. Ez a könyv azt írja, az összehasonlító anatómia további evolúciós bizonyítékokkal szolgál. A hasonlóság alapján valószínűsíthető, hogy az összes gerinces egy közös ősből fejlődött ki, ez egy hazugság. Inkább a tervezőjük közös. Tudták, hogy a különböző állatok különböző csontjaiért más-más gének felelősek? Nincs itt semmi hasonlóság, de még ha lenne is, akkor sem bizonyítaná a közös ős létét, csak a közös tervezőjét. Ugyanazt tervezte mindet. Azt tudták, hogy a Pontiac kerékanyája rámegy a Chevyre is. Kipróbálhatják. Ez bizonyítja, hogy mindkettőnek egy 14 millió éves Honda volt a közös őse. Nem. Az igaz, hogy számos állatnak hasonlóak a végtagjai, ez egy jó megfigyelés. Akkor közös őstől származnak? Ez egy rossz következtetés. És ez bizonyítja, hogy egy kődarabtól származunk, na ez pedig egy teljesen rossz következtetés. Azt mondják a gyerekeknek, hogy az evolúciót bizonyítja a fejlődés, na ez komolyan feldühít. De próbálok nyugodt maradni, amikor a könyvekben található talán legveszélyesebb hazugságról beszélek. Meg kell nyugodnom. Oké, most már jól vagyok. Ez a tankönyv azt írja, egyes állatok egyetfejlődésének korai szakaszai közötti hasonlóság meggyőzte Darwint arról, hogy minden életforma közös őstől származik. Darwin ezt tartotta az elmélete legkomolyabb bizonyítékának. A fickót, aki kitalálta ezt az ostobaságot, Ernst Haeckelnek hívták. Haeckel az ötletét a biogenetika törvényének nevezte el. Ami azt jelenti, hogy ahogy egy állat az anyjában fejlődik, végigmegy az evolúció szakaszain, vagyis hal, kétéltű, hüllő és emlős. Azt mondják, így történt. Annak idején találták ki, hogy az ontogenezis megismétli a filogenezist. Na ez mit jelent? Az ontogenezis, vagy egyetfejlődés az embrió fejlődését jelenti az egyes szakaszokkal, a filogenezis pedig az állatok evolúciós fejlődését. Ez a tankönyv azt írja, a különböző fajok embrióinak halszerű fázisai bizonyítják, hogy ezek az állatok a halakból fejlődtek ki. Olyan ez, mintha az embrió megőrizte volna az eredetének emlékét. És azt kezdené másolni a fejlődése során. Ezt jelenti, hogy az ontogenezis megismétli a filogenezist. A betegagyú Freud leginkább arra az ötletre alapozott, hogy az ontogenezis megismétli a filogenezist, vagyis az egyetfejlődés megismétli az egész faj evolúcióját. Ez egy ostoba és veszélyes gondolat. Azt tanítják a gyerekeknek, hogy az emberi embriónak halszerű kopoltyúja van. Kopoltyúja? Ez nem igaz. Azok nem kopoltyúk, hanem redők, amikből később fülcsontok és mandulák lesznek. Semmi közük a légzéshez. Nagybátyámnak vagy négy redője volt, mégsem tudott velük levegőt venni. Ezek nem kopoltyúk. Ernst Haeckel azt mondta, fordulópont volt életében, amikor elolvasta Darwin könyvét 1860-ban. A fajok eredetét 1859-ben adták ki angolul, egy évvel később pedig németül. Haeckel egy német embriológus professzor volt, elolvasta a könyvet, és azt mondta, na hát milyen remek elmélet, bárcsak lenne rá bizonyíték. 9 évvel később még mindig nem volt bizonyíték, ezért Haeckel úgy döntött, hogy ezen változtat és kerít bizonyítékot. Fogta egy kutya és egy emberi embrió rajzát, ne felejtjük, hogy embriológus professzor volt, és hazudott. Meghamisította a rajzokat, hogy egyformák legyenek, ezzel bizonyítva a rokonságot. Ekkorát hazudott.
óriási posztereket készített a hamis rajzairól, bejárta velük Németországot, és elhitette az emberekkel, hogy az evolúció igaz. Ekkor azonban felmerült a kérdés, hogy vajon az emberek közül kik lettek a legfejlettebbek. És mit gondolnak? A németek kikre gondoltak először? Igen, de erről majd később még beszélünk. Haeckel hamisított rajzai alatt vannak az embriókról készített fotók. Hazudott. A saját egyeteme állította a bíróság elé, és el is ítélte. A tárgyaláson ezt mondta, bűnösnek akkor érezném magam, ha nem tudnám, hogy a legjobb megfigyelők és biológusok százai hazudnak ugyanígy. A biogenetika törvénye halott, de valamiért nem lehet kivenni a tankönyvekből. Már 1875-ben bebizonyították, hogy hazugság, mégis a könyvekben maradt. Most is benne van ebben a könyvben. Evolúciós elemzés. Ez egy egyetemi tankönyv 1998-as kiadása. A Nyugat-Floridai Egyetemen használják, és itt van benne Haeckel hamisított ábrája. Csak 1875 óta tudjuk, hogy Haeckel hazudott. Tudom, sokáig tart a tankönyveket frissíteni, de szerintem elég idejük volt. 130 év elég kellett, hogy legyen rá. A kopott lyukról bővebben, ebben a könyvben. Az evolúció ikonjai. Darwin könyve 1859-ben jött ki, és megjósolta, hogy lesznek bizonyítékok. 1869-ben Haeckel meghamisította a rajzokat, 75-ben pedig lebukott. Mégis benne van a bolygó összes tankönyvében. 2004-es tankönyv is benne van. 2005-ös tankönyv, és ebbe is benne van, sőt, még azt is tanítja, hogy az emberi embriónak kopoltyúja van. Azt írja, felismerhetők a kopoltyú zacskók és redők az embrión. A világon mindenfelé ezt tanítják. 1875 óta tudjuk, hogy nem igaz. Hát vegyék ki a könyvekből. Tépjék ki a lapot. Nem kell hozzá sok ész, tépjék ki. Mert nem igaz. Itt egy gimnáziumi tankönyv, ami szerint az embriónak kopoltyú redője van. Azt írja, az emberi és a halembriók hasonlítanak egymásra, mert az embernek és a halnak közös volt az őse. Ez bizonyítja, hogy a három állat közös őstől származik. Apró kopoltyú redők az emberi embrión halkopoltyúk. Apró kopoltyú zacskók. Ezt egyetemi tankönyvekben írják. Ez a 2004-es tankönyv azt írja, hogy az embriók fejlődése is az evolúció bizonyítéka. A biológia felvételi teszteken nem ér el magas pontszámot, aki nem hazudja azt, hogy az emberi embriónak kopoltyú redője van. Minden tesztben benne van. Aki nem hisz az evolúcióban, nem fog jól szerepelni a felvételin. Vagy, ha nem az evolúcionista választ adja. Miért nem vették ki a tankönyvekből? 130 évvel azután, hogy kiderült, hogy hazugság. Én csak egy dologra tudok gondolni. Mindjárt megmondom, mire. Ez egy 6-7-es emberi embrió. Azt írja a könyv, a 7. hónapra a magzat kívülről úgy néz ki, mint egy apró kisbaba, de nem az. Nem kisbaba 7 hónaposan? Jó reggelt! Ez egy hazugság. Az ember a megfogantatás pillanatától kezdve ember. Az 5,5 hónapra született babák 34%-a életben marad. Egy babát a születés előtt műtöttek meg. Felvágták az anya méhét, és a baba megfogta az orvos ujját. 5 hónapos korában. És azt mondta neki az úr angyala, ím terhes vagy egy magzattal. Nem, mintha gyermeket mondott volna, nem? De gyermek, ha még meg nem született, akkor is. Scott Peterson a vád szerint megölte a feleségét, és meg nem született fiát. Paul Azzan, te álszent. Szerinted az abortusz rendben van, most pedig meg nem született gyerekről beszélsz. Scott Petersont elítélték, mert megölte a feleségét és fiát. Mert Kaliforniában kettős gyilkosság kell a halálos ítélethez. Ezért ilyenkor fiúnak vagy gyereknek nevezik. De máskor nem gond, ha valaki elveteti a gyerekét, mert akkor még magzatnak hívják. Hol itt a következetesség? Akkor most micsoda? Szóval akkor miért is nem vették ki a tankönyvekből? Megmondom, mert csak így tudják elfogadtatni az abortuszt. Azt akarják elhitetni velünk, hogy az még nem ember. Valaki le akarja csökkenteni a bolygó populációját. Az abortusszal már most is a Föld teljes lakosságának 20%-át ölték meg. Az pontosan 1 milliárd ember. Hitler megölt 6 milliót.
Stalin kb. 100 milliót, az abortusz pedig 1000 milliót. Bővebben az ötödik videón. Anna Rosa egy félre sikerült abortuszban veszítette el a karját, de megszületett. Erre most azt mondhatják, hogy szörnyű, és ha a fejét vágták volna le, sosem hallottunk volna róla. Én Pensacolában élek, talán hallottak róla, két abortussal foglalkozó orvosunkat lőtték agyon. Több klinikát felrobbantottak. Elmondanám, hogy én nem lőttem le orvost, és nem robbantottam fel klinikát. És Jézus sem tenne ilyet. Ő a római uralom alatt nőtt fel, és nem robbantott harci kocsikat vagy hidakat. Amikor az első orvost lelőtték Fort Lauderdale-ben, prédikáltam, másnap hazarepültem, és a gépen két nő ült előttem az országos veszett nőszövetségtől. Pensacolába repültek egy nagy tüntetésre. Ahogy leszálltunk a gépről, feltűnt nekem a pólójukon a felirat: választás mindenek felett. Nagyon udvariasan kérdeztem meg tőlük, hogy mit jelent ez a jelmondat. Azt mondta, a nőnek legyen joga választani. Mármint micsodát? Hát az abortuszt. Az ő testéről van szó. Ja, ha a saját testét akarja abortálni, az egy dolog. De nekem úgy tűnik, valaki más testét akarja abortálni. Az is lehet, hogy fia lenne, úgyhogy az biztosan nem az ő teste. Mondom neki, tudja, engem érdekel ez a dolog. Három gyerekem van, mint három születésén ott voltam, tanítottam biológiát, ismerem a folyamatot, és érdekelne, miért a születésnél áll meg a nőválasztás joga. Miért nem ölheti meg az anya a gyerekét, miután megszületett? Biztonságosabb és egyszerűbb lenne. Miért nem terjesztjük ki az abortuszjogot 2 éves korig? Sok anyukát ismerek, aki gondolt rá, amikor 2 éves lett a gyereke. Tudom, hogy itt is ül pár ilyen anyuka. Sőt, terjesszük ki az abortuszjogot 18 éves korig. Lefogadom, hogy jobban viselkednének. Fiam, még egy húzás és abortállak. Tanár úr, hol van Johnny? Nem csinálta meg a háziát, ezért a mamája abortálta. Mindenki kitűnő lenne, nem igaz? Mellesleg Peter Singer azt szeretné elérni, hogy születés után 28 napon belül az anyának jogában állhasson megöletni a gyerekét úgy, hogy még abortusznak nevezzék. Megfigyelték, hogy a média ezeket döntéspártiaknak, a magamfajtákat pedig abortusz ellenesnek nevezi? Azért használják az ellenes szót, mert annak negatív csengése van. A döntéspárti sokkal pozitívabban hangzik. Nevezzenek engem életpártinak, őket pedig halálpártinak, és akkor egálban leszünk. Ezért nem olvasok liberális újságot, mert nem bírom elviselni az életfelfogásukat. Néha felhívnak, hogy elővizet a Pensacolai naplóra. Köszönöm, de nem tartunk papagájt. Ezt mondom nekik. A média nem foglalkozik a többség véleményével, csak a liberálisokéval. Erről bővebben az ötödik videón. Emlékeznek a kolorádói gyerekgyilkosságra? Egyből ráugrottak a fegyvertartás témára. Ha a gyerekeket lelövik az állami iskoláinkban, az igazi problémákkal kellene foglalkozni, például azzal, hogy kellenek-e állami iskolák. Kell-e tanítani az evolúciót? A columbine-i lövöldöző diákok mélyen hittek az evolúcióban. A lövöldözés előtt videót készítettek, amin az egyik fiú azt mondta, nem érdemli meg az állát, amit az evolúció adott neki. Hittek az evolúcióban, és szándékosan Hitler születésnapjára időzítették a gyilkolást. Isaiah Scholz csak azért lőtték le, mert fekete volt. Eric Polian azát természetes szelekció. Rosie O'Donnell erre azt mondta, szigorítani kell a fegyvertartást. Rosie, a fegyverek annyit tehetnek Columbine-ról, mint a kanalak Rosie O'Donnell túlsúlyáról. Nem a kanalak hibája, és nem is a fegyvereké. Talán néhány bűnözőt nyilvánosan kellene kivégezni. Lehet, hogy el kellene gondolkodni a dolgon. Talán minden törvénytisztelő polgárnak fegyvert kellene viselnie önvédelmi célból. Ha minden tanárnak lenne fegyvere, hogyha lenne nekik, vajon meddig jutottak volna ezek a lövöldöző fiúk? Valaki küldött nekem egy ilyen kitűzőt, büszkén és fegyvertelenül. Önök kitűznék? Mit üzen ez egy bűnözőnek? Rabolj ki! Nem ezt üzeni?
A honalapító atyák azért adták nekünk a második módosítást, hogy viselhessünk fegyvert, de nem azért, hogy kacsára vadászhassunk, hanem azért, hogy meg tudjuk védeni magunkat, ha a kormány rosszá válik. Az utolsó eszköz egy gonosz kormány ellen a felfegyverzett lakosság. Megfigyelték, hogy több fűevő állatnak szarva van. Pedig a fűevéshez nem kell szarv. A szarv célja az, hogy tudassa az oroszlánnal, tágulj innen. Csak füvet akarok enni, hagyj békén. Azért gondolom, hogy fegyvert kellene adni mindenkinek, hogy mások értésére tudják adni, hogy hagyj békén, ne törj be a házamba, ne lopd el az autóm, ne bántsd a családom. Oké? Okay? Köszönöm. Én sokáig halogattam a dolgot, csak 3 éves korukban kezdtem el lelövöldözni a gyerekeimet. Ezzel az érveléssel akarják elfogadtatni az abortuszt. Nem ember. Ugyan már. Csak az ostoba vagy a hazug mond ilyet. A fogantatástól kezdve ember. Nem életképes, egyedül nem tud életben maradni. Az északi sarkon sem életképes egy mesztelen ember. Egyedül nem tud életben maradni, ismerek én 25 éves gyereket, aki apucitól kér kölcsön pénzt. Apa, tudná kölcsön adni egy kis pénzt? Bum! Élj meg a magad kenyerén, fiú! Lehet, hogy a terhesség nem kívánt. Vannak nem kívánt gyerekek is. A szüleim 4-szer költöztek el gyerekkoromba, de én mindig megtaláltam őket. Valószínűleg ebben a teremben is van 5 ember, akinek volt már abortusza. Nekik mondom. Isten szeret titeket, és megbocsát nektek. Ez nem a megbocsáthatatlan bűn. Isten feloldoz, de ne próbálja senki azt mondani, hogy rendben volt, amit tett, mert gyilkolt. Valljátok meg, többi ne kövessétek el, és szolgáljátok Istent. A Biblia felé gyilkosok írták, jó társaság. Szóval nem kívánatos a terhesség. Sok nem kívánatos ember van. Ezt figyeljék. Az adoptálásra várók száma nagyjából megfelel az abortuszok számával. Ezeket a gyerekeket igenis akarják valakik. A gyerek pénzügyi teher. Mutassanak olyan gyereket, aki nem pénzügyi teher. Van valakinek olyan gyereke? Lehet, hogy nem erőszakban fogant. Akkor az előszakolót öljék meg, ne a gyereket. Erőszakolót kivégezni, a gyereket örökbeadni, nem olyan bonyolult a dolog. Tudták, hogy a legtöbb államban tilos fényszóróval megbénított szarvast kilőni? Tennessee-ben is tilos? Mert így sportszerű, igaz? Legyünk sportszerűek a gyerekekkel is. Hozzanak olyan törvényt, hogy ha egy nő az abortusz mellett dönt, akkor egy nővérke sorsolja ki, hogy kit abortáljanak. A gyereket, az anyukát, az apukát, vagy a doktort. Vagy a kormányzót. Vagy pár régi elnököt. Ez már igazi választék. Ha nem él, akkor miért növekszik? Ha nem emberi lény, akkor miféle lény? Dudálj, ha a választáspárti vagy. Neki könnyű választáspártinak lenni, mert már megszületett. Belegondoltak már, hogy mindenki, aki az abortuszra szavazott, már megszületett? Gondolják végig. Az abortusz legális, de attól még nem helyes. 1936-ban a német bíróság kimondta, hogy a Németországban élő zsidók nem személyek. Mellesleg a személy szó nagyon trükkös. Ha egy jogi dokumentumban azt kérdezik, ön-e a felelős személy, válaszoljanak nemmel. A jogi személy egy hivatalosan bejegyzett szervezetet jelent. Senki sem jogi személy, ez egy veszélyes szó, ahogy a székhely is. Hol van a székhelye? Nekem csak házam van. Vigyázzanak a trükkös jogi kifejezésekkel. 36-ban a német bíróság kimondta, hogy a Németországban élő zsidók nem személyek, ami lehetővé tette, hogy Hitler megölje őket. Legalább 6 millió zsidót öltek meg. Sokat olvastam Hitlerről, aki egy alkalommal ezt mondta, jogom van kiirtani egy alsóbrendű fajt, ami görény módjára szaporodik. Hitler alsóbrendű fajnak tartotta a zsidókat. Azt mondta, hogy a német a felsőbbrendű faj, ami megérdemli, hogy a világ ura legyen. Hitler azért gyilkolta a zsidókat, hogy nagyobb legyen a németek élettere. A német gyakorlatot az evolúció elmélethez akarta igazítani. Azt mondta, ha akarjátok ezeket a bűnözőket, luxushajón szállítom le nektek őket. 38-ban a zsidókat megmenthették volna, de Amerika nem fogadta be őket. Egy ország sem fogadta be őket, csak a svédek.
Hitler gondolkodásmódját gyerekkora óta az evolúció elmélet határozta meg. Minden, ami rossz a Mein Kampfban, az evolúció elméletből ered. Hitler szerint az erősnek kötelessége eltaposni a gyengét. A könyvében ezt írta, a természet nem akarja, hogy a gyengébb egyedek az erősebbekkel párosodjanak, az alsóbb és felsőbbrendű fajok keveredését pedig még kevésbé akarja. Mi a felsőbbrendű faj, Adolf? Folyton az árjavér keveredéséről beszélt a könyvében, meg az árjafajról és az alacsonyabb rendű emberekről. Megtaláltam Hitler prioritás listáját. A Hitler szerint a szőke kékszemű norvégok közel álltak a tiszta árjához. Figyeltek? Szőke haj, kék szem, norvég felmenők. A németeket többnyire árjának tartotta, a mediterrán népeket enyhén árjának, a szlávokat félig árjának, félig majomnak, az ázsiaiakat enyhén majomnak, a fekete afrikaiakat többnyire majomnak, a zsidókat tiszta majomnak. Hitler megölte a zsidókat, hogy felgyorsítsa az evolúciót, kiiktatta az alsóbbrendűeket. Hol tartották az 1936-os olimpiát? Berlinben. Ki nyerte a legtöbb aranyérmet? Jesse Owens, a fekete amerikai sportoló. Ettől Hitler olyan dühös lett, hogy azt mondta, nem fair, hogy az embereimnek egy állattal kell versenyezniük. Hitler azt is mondta még, a kereszténység a leghalálosabb, legvonzóbb hazugság, ami valaha létezett. Azt gondolta, hogy az evolúció elmélet majd fegyver lesz a vallás ellen, mert a Biblia azt tanítja, hogy minden nemzet egy vérből való. Ha valaki azt hiszi, hogy a bőre színe miatt felsőbbrendű, az téved, ostoba, és nincs rendben a hite. Bővebben a nem létező rasszokról és a bőrszínről a hetedik videón. Voltam a tárgyalóteremben, ahol a Nürnbergi pert tartották évekkel ezelőtt. A vádlottak azt mondták, nem tettek rosszat, csak parancsot teljesítettek, mégis elítélték őket. Mert van a német törvénynél magasabb törvény. Úgy hívják Isten törvénye. Az amerikai legfelsőbb bíróság 1973-ban kimondta, hogy a személy szó nem vonatkozik a meg nem születettekre. Ez a döntés lehetővé tette, hogy megöljenek 45 millió gyereket Amerikában. Az majdnem 1 milliárd az egész világon. 2001. szeptember 11-én 3000 amerikait öltek meg terroristák. Milliárdokat költünk rá, hogy megkeressük és megöljük őket. De tudják, mi történt még 2001. szeptember 11-én? 4500 amerikait öltek meg abortusszal. 50%-kal többet, és senki nem szólt semmit. Másnap újból megtörtént. És azóta is minden nap megtörténik. Elment az eszünk? Margaret Sanger megalapította a születésszabályozás nevű szervezetet, hogy kiírtsa az alsóbrendű fajokat, a feketéket, a zsidókat és az ázsiaiakat, mert emberi gyomnak tartotta őket. Margaret Sanger azt vallotta, amit Hitler, hogy a zsidók az emberiség parazitái, és hogy a meg nem született gyerek egy parazita a nő testében. Nem az, hanem egy gyerek, egy kisbaba. Egész nap beszélhetnénk Margaret Sangerről, de nincs rá időnk. Ez a születés szabályozás egyik kiadványa 1952-ből. Azt írja, kérdések és válaszok a születés szabályozásról. Mi a születés szabályozás? Abortusz? Egyáltalán nem. Az abortusz egy műtét, amely során elveszik a magzat életét. Micsoda álszentek ezek? A születés szabályozás nevű szervezet az ország legnagyobb abortusz támogatója. 6 dolgot gyűlöl az Úr. Az ártatlan vért okozó kezeket. Isten gyűlöli. Átkozott, aki vesztegetést fogad el azért, hogy egy ártatlan embert megöljön. Az egész nép mondja rá, ámen. A tankönyv szerint az ember vakbele csökevényes szerv, nincs rá szükségünk. Ez nem igaz. A vakbélre szükség van, mert az immunrendszer része. Itt egy cikk a Chicagói Egyetem honlapjáról. Kérdezz a tudóstól. Nancy megkérdezte, hogy mi a vakbél funkciója. A hölgy ezt válaszolta neki, a vakbélnek nincs ismert funkciója. Alaposan le van maradva a hölgy. Aztán azt írja, valószínű, hogy a vakbél lassan el fog tűnni az emberekből, mert az étrendünk már semmi cellulóz nem tartalmazik.
Az étrendünk semmi cellulózt nem tartalmazik. Nem semmi ez a Chicagói Egyetem. Oda kell menni tanulni, csak nem nyelvtant. Először is ez nem igaz. A vakbél az immunrendszer része. A vakbél aktiválja a B-sejteket, ahogy a pajzsmirigy a T-sejteket. Vakbél nélkül lehet élni, ez igaz, ahogy láb, kéz, szem és fül nélkül is lehet, de az nem jelenti, hogy nincs rájuk szükség. Vakbél nélkül nagyobb eséllyel alakul ki számos betegség. Ez a könyv azt írja, hogy a bálának csökevényes csípője van. Számos élőlény megőrizte az evolúciós fejlődés nyomait, például a bálnának megmaradtak a csökevényes, használhatatlan csípő és lábcsontjai. A Tudományos Oktatási Központ szerint a tehénből fejlődött ki a bálna. A tehénből lett a bálna. A bizonyíték pedig a csípőcsont. A bálnák csökevényes, funkció nélküli csípővel és lábcsonttal rendelkeznek. Funkció nélküli hátsó végtagcsontjuk van. Képzeljétek, hogy a bálnák valaha tudtak járni. Ez így volt. Ezekről a csontokról beszélnek itt. Képzeljék el, hogy a bálnák járnak. Én próbáltam és próbáltam elképzelni, de nem megy. Szinte minden bálna rendelkezik ezekkel a csontokkal. De nem kapcsolódnak a gerinchez. Nem bizony. A tankönyv szerint a bálna csípője a gerincoszloptól távol található, és nyilvánvalóan nincs semmilyen funkciója. A bálna csípője bizonyíték arra, hogy négylábú szárazföldi emlősből fejlődött ki. Ez egy hazugság. Azokhoz a csontokhoz izmok tapadnak, és nélkülük a bálna nem tudna szaporodni. A bálnák elég nagyok, ugyebár, és ezek nélkül a speciális csontok és izmok nélkül nem születhetnének kisbálnák. Tehát ezek a fickók vagy nem ismerik a bálnák anatómiáját, vagy pedig egyszerűen hazudnak. Azok nem csökevényes csontok, rendben. Nincsenek csökevényes szervek, de ha lennének is, az pont az evolúció ellentéte lenne. Nem új dolog jelenik meg, hanem egy régi tűnik el. Hogy van ez? Mindent elvesztünk, és akkor lesz meg mindenünk? Napokig beszélhetnénk a bálna evolúciójáról. Minden úgynevezett ősről kiderült, az Ambulocetusról is, hogy nem lehetett köztes faj. A szerzők biztosak voltak benne, hogy a lábak óriásiak voltak, bár semmit nem találtak. A Basilosaurus nem lehetett egyetlen modern bálna őse sem. A Pakicetusból mindössze egy kis darab koponya, egy kis darab állkapocs és pár fog maradt meg. Találtak egy koponya darabot, egy állkapocs töredéket és pár fogat, és ebből tudják, hogy ez az állat félig bálna, félig szárazföldi állat volt. Azért ez egy kicsit meredek, nem gondolják? Erre majd még később vissza fogunk térni. A múzeumomban van egy közel 5 méteres piton kígyóbőr. Ha megnézik, a farok vége felé van egy pár karom, ami egy 5 centis csonthoz kapcsolódik. A múzeumunkban megnézhetik. A tankönyv szerint ez is egy csökevényes szerv. A boának és a pitonnak vannak ezek a pici karmai. Van a bálnának vagy a kígyónak hátsó lába? Természetesen nincs. Csak csökevényes csípő és lábcsontjaik vannak ott, ahol valamikor lábak voltak. Ez egy hazugság. Ebben a tankönyvben az áll, hogy elkorcsosult hátsó lábuk van. A piton kígyó csökevényes lába. Ez nyilván valami vicc. Azokat a kis karmokat párzáshoz használják. A kígyónak nincs karja, és nem tud beszélni sem. Ezeknek a karmoknak semmi közük a járáshoz, kizárólag a pici kígyókhoz van közük. Szóval valaki vagy nem ismeri a kígyók anatómiáját, vagy hazudik a gyerekeknek. A Discover magazinban az emberi farokcsontot mutatják be. Ennyi maradt a farokból, amit a legtöbb emlős még ma is használ. Az ember farokcsonttal rendelkezik, aminek nincs semmilyen funkciója. Egy alkalommal az Észak-Alabamai Ateista Szövetség elnökével vitatkoztam, aki kiállt a közönség elé, és azt mondta, bizonyítékon van az evolúcióra. Az embernek farokcsontja van, amire már nincs szüksége. Mire én, uram, én tanítottam biológiát és anatómiát, és tudom, hogy 9 apró izom kapcsolódik a farokcsonthoz, amelyek nélkül nem tudna pár fontos dolgot megtenni.
Nem mondom meg, mire gondolok, de higgyék el, kellenek azok az izmok. Szóval, ha ön szerint a farokcsont csökevényes farok, én, Kent Hovind, kifizetem, hogy eltávolítsák a magáit. Kérem, hajoljon előre. Megint csak a kritikus gondolkodásról ír ez a könyv, 2005-ös kiadás. A gerinc végén található a farokcsont, pár összeforrt csont. Lehetséges, hogy az emberi farokcsont egy csökevényes testrész? Vagy talán egy új testrészt látunk kifejlődni? Ez lenne a kritikus gondolkodás. Két válasz közül választhat a gyerek, és mind a kettő rossz. Van harmadik lehetőség is. A farokcsont úgy van jól, ahogy van. Persze a könyvben nincs ilyen válasz. Talán azért lett oda tervezve, hogy megtámaszza a gerincet, például ülés közben. De lehet még 5-6 oka, amiről az anatómia tankönyvek írnak. De hát nem születnek néha gyerekek farokkal? Nem. De az ott egy farok, nem? Nem. Az csak zsírszövet. Nincs benne se csont, se izom, se porc. És nem kapcsolódik a gerinchez. Az a helyzet, hogy a méhen belüli fejlődés során először zsírnő az idegrendszer köré, hogy megvédje azt, mielőtt a csontok körben ünik. A zsír aztán a fejlődés során felszívódik, de nagyon ritkán a zsír nem szívódik fel, hanem a testen kívülre kerül, mint egy nagy szemölcs. Ezt levágják, a sebet összevarják, a gyereket pedig hazaküldik. Olyan, mint egy szemölcs. Le kell vágni. Ez nem farok. Ez a könyv azt írja, a farokcsont egy kicsi csont az emberi gerinc végén, nincs funkciója, valószínűleg egy fán élő ősünk farkának elcsökevényesedett maradványa. Amikor gyerek voltam, azt tanították, hogy az embernek volt farka, de elvesztette, mert nem volt rá szüksége. Nem volt rá szüksége? Belegondoltak már, mi mindenre lenne jó egy farok. Próbáltak már ajtót kinyitni két teli kézzel? Nem lenne jó a farkunkkal kinyitni és besétálni rajta? Vezetés közben pedig tarthatnánk vele a kólás üveget. Elvesztettük, mert nem volt rá szükségünk. Ez sem igaz. Mindenről, ami valaha az evolúciót bizonyította, kiderült, hogy nem igaz. Ha van valódi bizonyíték, azt én szeretném látni. $250,000 fizetünk annak, aki valódi bizonyítékot tud mutatni, de ne hazudjanak nekem. A tankönyvekből ki kellene tépetni azokat a lapokat, amiken hazugságok vannak. Ne tűrjék a hazugságot. Floridában beszéltem egy egyetemen, és egy biológia tanár azt mondta nekem, hogy Hovind szerintem nem kellene tankönyveket rongálni. Ma este azt mondta, tépjük ki a lapokat, amiken ilyesmi van, de szerintem nem helyes tankönyvet rongálni. Azt feleltem neki, uram, ha matematikát tanítana és találna egy könyvet, amiben az áll, hogy 2 + 2 = 5, mit mond a diákjainak? Azt, hogy húzzák le a rossz választ, és írják be a jót. Júj, képes lenne megrongálni egy tankönyvet? Uram, ön biológiát tanít, igaz? Igen, azt. Ha a tankönyv azt tanítaná, hogy az emberi embriónak kopoltyúja van, a kígyónak pedig csökevényes lába, és így tovább, akkor kitépetné a lapot a diákjaival? Azt felelte, nem. És lehúzatná és odaíratná, hogy az információ nem helyes? Nem, dehogy. Akkor legalább tenne egy figyelmeztető matricát a könyv elejére, hogy a 85. oldalon lévő információ helytelen? Azt felelte, hogy nem, dehogy. Szóval egy matematika tankönyvét kijavítana, de a biológia tankönyvet nem, akkor maga uram egy álszent ember, és jobb lenne, ha elmenne barackot szedni, vagy gumiabroncsot cserélni. De a mi pénzünkön ne hazudjon a gyerekeinknek, akik ebbe az iskolába járnak. Legyen tisztességes, és mondjon fel. Ne hazudjon a gyerekeknek. Azt mondta, Hovind maga nem valami tapintatos ember. Hát nála mégis rátapintottam valamire. Az evolúció bizonyítatlan és bizonyíthatatlan, csak azért hiszünk benne, mert az egyetlen alternatíva a teremtés. Nem akarják elhinni, nem akarnak hinni a teremtésben, inkább hisznek el egy hazugságot, mint az igazságot, hogy élhessék a bűnös életüket. A 94. Zsoltár írja, aki a szemet formálta, az ne látna. Isten formálta a szemet, ami hihetetlenül bonyolult. Darwin ezt írta, azt feltételezni, hogy a szem kialakulhatott természetes kiválasztódás révén, bevallom, teljességgel abszurd. Pár oldallal később mégis leírta, hogyan történhetett. A szem elképesztő. Tudták, hogy a mindössze 2,5 négyzetcentiméteres retinában 137 millió fényérzékelősej található, és mind az agyhoz csatlakozik?
Ki tudna 137 millió parányi elektródát bekötni egy retinába? A mennyei atya megtette. Elég okos, nem gondolják? Az egyik vitában egy ateista azt mondta, hovind a szem az evolúció bizonyítéka, mert a szem rosszul van megtervezve. Mire én maga meg miről beszél? Azt mondta, hogy a fény bejut a szembe, de át kell jutnia a retina előtti ereken. Fordítva van bekötve a szem. A polip szeme sokkal jobb, mert a vérerei a retina mögött futnak. Azt mondtam neki, uram, hagyj magyarázzak el valamit. Mi? A száraz földön élünk a levegőn. A levegő nem szűri túl jól az UV-sugarakat. Azért van a retina a vérerek mögött, mert ez az utolsó védelmi rendszer az UV-sugarak ellen. A polipok ezzel szemben a vízben élnek. A víz blokkolja az UV-sugarakat. Ezért nem kellenek a vérerek a retina elé, minket száraz földi életre terveztek, őket pedig vízi életre. Ha akar, cseréljen szemet egy polippal, de pár nap alatt meg fog vakulni. Mert az ő szemüket nem védik meg a vérerek az UV-sugaraktól. Micsoda ostoba bizonyíték ez. Azt akarják vele mondani, hogy Isten nem ilyenre teremtette volna, tehát nyilván kifejlődött. Ez egy ostoba érvelés. Talán csak nem értjük, hogy miért ilyenre lett teremtve. Mi emberek annyit tudunk a saját testünkről, mint egy 5 éves gyerek az autókról. Hey, öcsi, itt van a kocsim, szedd ki belőle, ami nem kell bele. Honnan tudná a gyerek, hogy mi nem kell bele? 100 év alatt lehetne szimulálni egy szuper számítógéppel azt, ami a szemben történik minden másodpercben. A szem elképesztő. Ez a tankönyv azt írja, a szem komplexitása több száz millió évnyi evolúció eredménye. Miért nem Istennek adják a dicsőséget a munkájáért? Ebben a könyvben egy madár is egy hüllő szemét mutatják be, és azt írják, a szem kifejlődését jobban megérthetitek, ha elképzelitek a szem evolúciója során végbement változásokat. El kell képzelni, hogyan történt. Képzeljétek el, hogyan változott a szem. Ez nem tudomány. Képzeljék el, és hol a bizonyíték? Az evolúció csak az emberek képzeletében történik meg. A valóságban soha. Hazudnak nekünk. Aki a szemet formálta, az ne látna. A tudománya megfigyelhető és tesztelhető dolgokkal foglalkozik. Az evolúciót nem lehet megfigyelni. A tervezettség viszont nem létezhet tervező nélkül. Egy festmény bizonyíték arra, hogy létezett egy festő, akkor is, ha sosem láttuk. Egy épület bizonyíték arra, hogy volt egy építő, az óra arra, hogy volt egy órakészítő, a teremtés pedig arra, hogy létezik a teremtő. Tervezettség nem létezhet tervező nélkül, és pont. Ami nem látható belőle, a teremtéstől fogva meglátható, ennél fogva nincs mentségünk. Ezt írja a Biblia, a Zsoltáros pedig ezt, ha látom az eget. Isten tudja, hogy a tudományok közelebb visznek minket hozzá, de ezt a sátán is tudja. Ezért azon van, hogy a tudomány eltávolítsa a gyerekeket Istentől. Ezért kellenek a jó, hívő tanárok, hogy megfordítsuk ezt a trendet. Mellesleg abból tudjuk bizonyítani, hogy Isten létezik, hogy a nem létezése lehetetlen. Lehetetlen, hogy ne létezzen a tervező. Lehetetlen. A tervezőnek léteznie kell. Szeretem megmutatni ezt a képet az evolucionistáknak, ami 4 nagyképű ember látható. Ha ismernek náluk nagyobb képű embert, szóljanak. Mit gondolnak, George Washington arca véletlenül is megjelenhetett volna ezen a sziklán? A válasz az, hogy nem, mert egy Borglum nevű fickó faragta ki évek alatt. Szóval az arca nem jelenhetett meg véletlenül a sziklán, és nem okozhatta szél, erózió, hőtágulás. Nem? Nem okozhatta? Szóval kifaragták. Jó. Akkor kérdeznék valamit. George Washington maga, az 50 billió sejtje és a komplex szervei mind véletlenül jöttek létre? Valaki szerint igen. Na, akkor itt álljunk meg. Szóval az arca nem jelenhetett meg a sziklán véletlenül, de a komplex anatómiája megjelenhetett. Létezik, hogy valaki ennyire ostoba legyen? Azt is mondják, hogy a növények alkalmazkodtak a környezetükhöz. Alkalmazkodtak? Bizony, fiúk, lányok, a kopoltyú a vízben való alkalmazkodás révén jött létre. És hogy éltek azelőtt, hogy kifejlődött a kopoltyújuk?
Nos, Mr. Hovind évmilliókon át egyből elpusztultak. Aztán kifejlődött a kopoltyújuk. Ja, értem. Miért nem mondják azt, hogy a tervezés eredménye? Kerülik a tervezés szóhasználatát, mert egy gyerek még megkérdezni, hogy ki a tervező. A szárazföldi élethez való alkalmazkodás. Lábak. Fiúk, lányok, a lábak tartják a testsúlyt és lehetővé teszik a mozgást. Ez igaz, de nem jelenti, hogy alkalmazkodás révén jöttek létre. Tüdő. A halak kopoltyújának vízre van szüksége. A szárazföldön a tüdő gázanyagcserét végez. Ez is igaz, de nem bizonyítja, hogy az egyikből lett a másik. A gyerek fejében jön létre a képzeletbeli kapcsolat. Van egy Casio kvarc órám. Telefonszámokat jegyez meg, számológép, stopper és ébresztő óra egyben. Az időt nem mondja meg, ahhoz rá kell néznem. Klassz kis óra, $70 a hipermarketben. Pár éve Japánban jártam, de nem találkoztam a fickóval, aki az órámat tervezte. Nem láttam. De látnom kell a fickót, hogy elhiggyen, valóban létezik? Logikus azt mondanom itt Tennessee-ben, hogy azt hiszem, van egy tervező Japánban, aki ezt az órát tervezte. Logikus? Pedig sose láttam. Persze. És logikus lenne azt mondanom, hogy sosem láttam, ezért nem hiszem el, hogy létezik? Az nagy ostobaság lenne, igaz? A teremtőt sem kell látni ahhoz, hogy elhiggyük, létezik. Az evolucionisták a tervezés ellen a maguk által tervezett érvekkel érvelnek. Ehhez mit szólnak? Itt egy remek könyv az élőlények komplexitásáról, Michael Behe írta, a címe Darwin fekete doboza. Egy egész fejezetet írt a baktériumok ostoráról, a rendkívül bonyolult flagellumról, amihez egy apró motor van kapcsolva. A motor annyira apró, hogy 8 millió férne el belőle egy hajszál keresztmetszetében, mégis 100 ezer fordulatra képes percenként. Ki tudna ilyen motort építeni? Elképesztő, és ahogy a méret csökken, a mikrovilág úgy válik egyre ragacsosabbá. Sűrűbbnek tűnnek a folyadékok, ezért amikor egy baktérium a vízben halad, az olyan, mintha nekem kellene mogyoróvajban úsznom. És ezzel a parányi, de erős motorral a baktérium olyan gyorsan képes haladni, mintha én 100 km per órával úsznék a mogyoróvajban. A múzeumunkban megnézhetik ennek a kis motornak a modelljét. A tankönyv szerint az emberek valószínűleg baktériumokból fejlődtek ki, melyek 4 milliárd éve éltek. Mi van? Ezek a baktériumok 100-zal tudnak úszni a mogyoróvajban, ha belőlük fejlődtünk ki. Akkor nem jobbak lettünk, hanem rosszabbak. Ez is egy hazugság. Ilyen komplexitás nem jöhetett létre a véletlen folytán. Íme egy remek könyv, amiben egyszerű illusztrációk vannak. Kifejlődhet egy doboz? Kifejlődhet egy golyóstól? Vagy egy gémkapocs? Egyszerű dolgokat mutat be a könyv, amelyek nem fejlődhettek ki csak úgy. Aztán itt van még az élet eredete. Fiúk, lányok, így jött létre az élő szervezet az élettelen anyagból, ami egy nagy zöldség. Erről fogok beszélni a szünet után. Tehát jön még néhány hazugság, aztán elmondom, hogy mit tehetnek ellenük. Akkor most szünet. Az előző két előadás során 15 olyan hazugságról beszéltem, ami az átlagos tankönyvekben elő szokott fordulni. 15 évig tanítottam természettudományt középiskolákban, és semmi bajom az iskolákkal meg a tanárokkal, csak a hazugságokkal van bajom. Ne hazudjanak a gyerekeknek, világos? A példabeszédek könyvében olvasuk, ha nem hallgatsz, fiam, az intésre, tévelyegni fogsz. Ne hallgassanak olyasmire, ami egyszerűen nem igaz. Vegyék ki a hazugságokat a tankönyvekből. A Biblia azt tanítja, hogy Isten teremtett mindent. A menny az én trónusom, a föld lábaim zsámolya. Nem az én kezem alkotta-e mindezt? A Biblia azt írja, hogy Isten teremtette az egész világot. Isten teremtett minden élő lényt. A tankönyvek azt tanítják a gyerekeknek, hogy az élő lények maguktól jöttek létre. Én viszont azt tanítom nekik, hogy azokat is Isten teremtette. Figyeljék, mit ír ez a tankönyv. A földi élet története valamikor 3,5 milliárd éve kezdődött. Hogy ez hogyan történt, azt régóta vitatják, és még sokáig vitatni is fogják. Ez nagyjából a következőt jelenti. Azt lehetne vitatni, hogy hogyan fejlődött ki az élet, azt viszont már nem, hogy ki fejlődött-e.
Tehát az élet kifejlődésének hogyan járt szabad kutatni, de aki azt meri mondani, hogy talán mégsem így történt, az kipenderítik, mert az evolúciót nem kérdőjelezheti meg senki. Ez nem oktatás, ez dogma. Nekem pedig már elegem van ebből. Senki sem tudja, hogyan rendezte magát néhány élettelen kémiai elem az első élő sejté. Fogalmuk nincs, hogyan jött létre az élet magától, még egy jó elméletük sincs arra, miként történt, a tankönyvekben mégis az áll, hogy megtörtént. Megtörtént, gyerekek? Hogy esetleg Isten teremtette, azt meg sem említik. Az történt, hogy az 50-es években Miller és Urey megpróbált rájönni, hogyan fejlődött ki az élet. Kémiai elemekből próbáltak életet létrehozni a kémcsöveikben. A kísérletet számtalanszor megismételték, de mindig kudarcot vallottak, és csak még jobban aláásták az evolúció elméletet. Ez a tankönyv ezt írja. Bár nem jött rá, hogyan jött létre az élet, az bebizonyította, hogy az élet magától is létrejöhetett a Földön, ez egy hazugság. Azt bizonyították be, hogy nem jöhetett létre az élet magától. Az óceánok vizében ott örvény lettek a komplex molekulák. A molekulákból álló ős levesből rendkívül lassan jön létre az élet. Azt meghiszem, olyan lassan jön létre, hogy létre sem jön. Ezek a cikkek azt írják, az élet az agyagból jött létre. Összegyűlt az agyag az óceán mélyén és életre kelt. Darwin könyve hallgat az élet eredetéről, és a könyv óta sem jöttek rá, hogyan keletkezett az élet. Miller fogott négy kémiai elemet, kémcsövekbe tette, és mindenfélét elkövetett, hogy életet hozzon létre. Ez a könyv azt írja, fontos dolgok történtek az őskorszakban, a legfontosabb az élet megjelenése volt. A komplex molekulákból nagyon lassan alakultak ki az egyszerű élőlények. Ha azt mondják, hogy minden évmilliárdok alatt történt, akkor hihetőbbnek hangzik. Az első egysejtőek 3,8 milliárd éve jöttek létre. Az eseménynek nem maradt nyoma. Csak el kell hinni, és meg kell tanulni, gyerekek. Az első zaporodó élőlények csak ebben az őslevesben fejlődhettek ki. Tehát az ők nagypapi egy leves volt. Ez egy újabb hazugság, mert senki nem tudja, hogyan jöhetett létre az élet élettelen anyagból. Még Haeckel is beismerte, tudják, aki azt találta ki, hogy az embriónak kopoltyúja van, szóval elismerte, hogy az élet spontán létrejöttét nem azért tartja ténynek, mert be lenne bizonyítva, hanem azért, mert különben el kellene hinni, hogy létezik egy teremtő. Hát Ernst, öreg haver, az van, hogy létezik a teremtő, akár tetszik, akár nem. Szóval sikerült életet létrehozni a laboratóriumban? Korántsem. A következőt csinálták. Metánt, ammóniát, vízgőzt és hidrogént vezettek át egy szikrakamrán, amivel villámot akartak szimulálni. Azt gondolták, ebből majd létrejön az élet. Az egyik flaska alján valami vörös massza jött létre, amit állandóan le kellett csapolni, mert a szikra tönkretette volna. El kellett szigetelni a szikrától. Azt írták erről a masszáról, hogy aminósavakban gazdag volt, de ez egy hazugság. Életet nem hoztak létre, ráadásul a kísérletben a légkör reduktív volt, vagyis oxigénmentes. A felhasznált gázok között nem volt oxigén, mert az oxigén oxidálta volna keletkező vegyületeket. Amikor meghámoznak egy banánt, az kis idő múlva megbarnul, mert oxidálódik. Az autó kasznia is oxidálódik, ez a rozsda. Az élő sejtek gyorsan oxidálódnak oxigén jelenlétében. Ezért nem került oxigén a kísérletbe. Ez azonban súlyos dilemmához vezet. A oxigén jelenlétében nem keletkezhet élet élettelen anyagból. Csak hogy az ózonréteg oxigénből áll. Az ózonréteg blokkolja az UV-fényt, ami különben lebontaná az ammóniát, amit felhasználtak a kísérletben. Tehát élet nem jöhet létre oxigén jelenlétében, de nem jöhet létre oxigén nélkül sem. Mert ha nincs oxigén, nincs ózonréteg, és az ammónia megsemmisül. Ez a dolog sehogyan sem működhet. A Földön pedig mindig volt oxigén, sőt, több volt, mint manapság. Azt mondja ez a fickó, mi bizonyítja, hogy a Földnek primitív metánammónia légköre volt? Semmi. A bizonyítékok pont ellene szólnak. Semmilyen bizonyítékot nem találtunk a kőzetekben arra nézve, hogy bármikor létezett oxigénmentes légkör a bolygón. Tehát ha valaki azt mondja, hogy a Földnek régen reduktív légköre volt, az vagy ostoba, vagy szándékosan hazudik. Mert ez egyszerűen nem igaz. A Földön mindig volt oxigén. Azt írja ez a cikk, a legrégebbi 3,7 milliárd évesre datált kövek alapján úgy tűnik, a Földnek oxigéndús légköre volt. Mindig is tudták, hogy a Földön volt oxigén, talán több is, mint ma. Erről bővebben a második videónkon.
Azt írja ez a tankönyv, hogy a Földön nem volt oxigén, ami nem igaz, majd a kövek elnyelték. Hello! Hogyan nyelhették el, ha nem is volt? Ráadásul Miller kiszűrte a kísérlet termékét, ami a természetben nem fordul elő. A ragacsot kivették, nehogy szikra érje, és meg sem is üljön. A ragacs 85%-a kátrány volt, 13%-a karbonsav. Mindkét anyag mérgező. Ha valaki összekotyvaszt egy 98%-ban mérgező keveréket, nem igazán jelentheti ki, hogy majdnem sikerült életet létrehoznia. Mellesleg Miller csak 2 aminósavat hozott létre. Az élethez viszont legalább 20 aminósav szükséges. 20 különböző aminósav. Az aminósavak kicsit olyanok, mint az ABC betűi. Az angol ABC-ben 26 betű van, amivel minden szavunk leírható. A testünknek mind a 20 aminósavra szüksége van, hogy elő tudja állítani a fehérjéket. Rengeteg fehérjét tud ebből felépíteni a testünk, ahogy az ABC betűiből is rengeteg szót lehet kirakni. Miller mindössze 2 betűt tudott összehozni a gázokból. Még nagyobb gond, hogy az aminósavak fele jobbkezes, a másik fele balkezes volt. Szóval 2 aminósavat hozott össze, és abból az egyik fonák volt. Ha ledobok a földre 26 betűt, 50% az esély, hogy valamelyik betű fordítva fog a földre esni. De az a betű semmire sem jó, mindnek a jó irányba kell mutatnia. A legkisebb fehérjék is 70-100 aminósavból állnak, és mind balkezes. Ettől lesz a dolog igazán bonyolult. A DNS és az RNS jobbkezes, a fehérjék viszont balkezesek. Megdöbbentő tény, hogy minden élőlényből, állatokból, növényekből, baktériumokból, sőt vírusokból nyert fehérje balkezes aminósavakból épül fel. Szóval Miller nagy gondban volt, mivel az aminósavainak a fele jobbkezes lett. Több száz aminósavra van szükség a fehérjék létrehozásához, ráadásul a vízben az aminósavak nagyon könnyen lebomlanak. Állítólag mindez az óceánban történt, pedig az óceán tele van vízzel. Egészen az aljáig. A Brown mozgás pedig bomlásra készteti őket, nem összekapcsolódásra. Nem hoztak létre életet a laboratóriumban, ez egy újabb hazugság. Minden eredett kísérlet csak jobban aláknázta az evolúció elméletet. Élet nem jön létre spontán módon a vízben. Az élet nem így jön létre. Bővebben mindenről az Evolúció ikonjai című könyvben olvashatnak. Valahogy a fejükbe vették, hogy elég összeszedni a szükséges anyagokat, energiát hozzáadni, és kész az élet. Jól van, próbáljuk ki. Tegyünk egy békát a Turmix gépbe, és kapcsoljuk be. Pár másodperc alatt kész a békapép. És a békapépben ott lesz minden anyag, ami egy békához kell. Igaz? Most adjunk hozzá energiát, robbantsunk mellette atomot, tegyük mikróba, vagy dobjunk kézigránátot a Turmix gépbe, adjunk hozzá sok energiát. Vajon mennyi idő alatt fog újra összeállni a béka? Soha az életben. Látják, nem elég összeszedni a szükséges anyagokat. Egy halott emberi test sem elég, hiába van benne minden anyag egy helyen, nem is kell összeszedni. Próbálják meg életre kelteni. Az élet több ennél, és szerintem a tudomány sosem fog rájönni a titkára. Azt próbálják bemesélni nekünk, hogy miután létrejött az első sejt, lassan kifejlődött belőle az a sok életforma. Mint ebben a tankönyvben. Hogyan fejlődött ki a baktériumból az ember? Az úgynevezett életfa színtiszta propaganda. Semmilyen bizonyíték nincs rá. Még Mary Leakey is azt mondta, az életfa, aminek az ágain az őseinket ábrázolják, csupa ostobaság. Stephen Gould mondta, a tankönyvek evolúciós fái nincsenek szinkronban a kövületekkel. Nincs rá bizonyíték, hogy bármelyik állat rokona lenne valami másfajta állatnak. Ez a könyv mégis azt írja, minden ma élő lény egy közös őstől származik, egy primitív, egysejtű organizmus populációtól. Nem létezik olyan, hogy primitív, egysejtű organizmus. Ami él, az nagyon is komplex. Erre mindjárt visszatérünk. Az eseménynek nincs nyoma. Szóval azt mondják a gyereknek, hogy az emlősök, a madarak és a krokodilok egy közös őstől származnak, és a gyerek elhiszi, mert látta a szép színes képet a könyvében. De az csak egy kép, nem bizonyíték. Az egész nem más, mint vallásos spekuláció. Azt hiszik és remélik, hogy megtörtént, de a körön belül lévő dolgokra nulla bizonyíték van. Ez egy újabb hazugság a tankönyvekben. A Biblia azt írja, hogy aki megbotránkoztatja a kicsinyeket, az jobban jár, ha úszni indul malunk ővel.
Akik az evolúciót tanítják, nagy bajban lesznek, amikor megállnak Isten előtt. Visszatérve az egyszerű, egysejtű organizmusra. Az, hogy valami kicsi, nem jelenti, hogy egyszerű is. A papucsállatka bonyolultabb az űrsiklónál, és több ezer elfér egy csepp vízben. A kisebb nem egyszerűbb. Ez is egy hazugság. Ezt figyeljék. Itt van egy mikrocsip. És egy gémkapocs. Elég kicsi, de nem egyszerű. Ezt a mikrocsipet egy hangya tartja a szájában, és ez a kis csip a Biblia összes betűjét 200-szor képes feldolgozni másodpercenként. A kicsi nem egyszerű. Hasonlítsuk össze egy méhecske agyát a NASA szuperszámítógépével. Valamikor az volt a világ leggyorsabb gépe, ma már nem az. A méhecske agya pici, a szuperszámítógép nagy. Méretbeli különbség van, igaz? A szuperszámítógép másodpercenként 6 milliárd kalkulációra képes. Becslések szerint a méhecske agyában 1000 milliárd számítás zajlik le másodpercenként. A pici méhecske agy 133-szor gyorsabb a NASA számítógépénél. A NASA gépe sok megawattot használ el, a méhecske agya csak 10 mikrowattot. Tudták, hogy a méhecske a mézből nyer energiát a repüléshez? 400 000 kilométert tudnak repülni 1 liter mézzel. Mit szólnának egy ilyen fogyasztású autóhoz? Főleg a mai benzinárak mellett. Egy tankolás is életem végéig nyomhatom a pedált. A NASA gépe 48 millió dollárba került, a méhecske agya ingyen van, csak az kerül pénzbe, amikor lemossuk a szélvédőről. Nagy a szaladgálás, amikor a NASA gépen lefagy, a méhecske agya viszont magától gyógyul meg. Steve, jól jönne egy öngyöngyító PC? Lefagyna, aztán újra konfigurálná magát, gond egy szá se. A szupergép súlya 1 tonna, a méhecske agya pihekönnyű. Tehát, mit derítettünk ki? A szuper számítógép nagy, lassú, sokat fogyaszt, sokba kerül, folyton elromlik, és meg kellett tervezni. Ez nyilvánvaló. A méhecskére mégis azt mondják, hey, ez a véletlen műve. Az emberi agy pedig a méhecske agyánál sokkal bonyolultabb. Na ne vicceljünk már. Az emberi agyban több információ fér el, mint a teljes brit könyvtárban. Az emberi agy elképesztő. Egyetlen ember agya több számításra képes másodpercenként, mint az összes amerikai telefonközpont. Egy agysebész becslése szerint egyetlen emberi agyban több elektromos kötés van, mint az egész Amerikai Egyesült Államok elektromos hálózatában. Mit gondolnak, hány elektromos kötés van az USA-ban? Az összes számítógépben, gépben, épületben. Több csilliárd. Egy agyban annál is több van. Egy evolucionista professzortól egyszer megkérdeztem, uram, úgy gondolja, hogy az agy csupán másfél kiló anyag, ami véletlenül állt össze? Azt felelte, igen. Akkor hogyan bízhat meg a gondolataiban és a következtetéseiben? Az is lehet, hogy egy-két aminósav fonákul áll a fejében. Biztos, hogy fonákul áll neki. Aztán azt mondják a gyerekeknek, hogy a DNS apró mégis az evolúció bizonyítéka. Azt írja ez a tankönyv, hogy az evolúciót a molekuláris biológia bizonyítja. Darwin úgy vélte, minden élőlény rokon a másiknak. Ezt a vélekedést sikerült igazolni. Hazudnak a gyerekeknek. A DNS semmiben nem segítette az evolúció elméletet. A DNS, vagyis a dezoxiribonukleinsav az univerzum legkomplexebb molekulája. Hihetetlenül bonyolult. Ez a parányi DNS molekula. Az átlag embernek 50 billió sejtje van, és minden sejtben ott van 46 DNS molekula. 46 kromoszoma minden sejtünkben. Ha mindet kivonnánk, két evőkanalat töltenének meg. Ha viszont kitekernénk a DNS spirálokat, és egymáshoz kötnénk, egy ember összes DNS-éből 500 000-szor jön neki a Föld-Hold távolság oda-vissza. 500 000-szor oda-vissza. Azt mondják, a DNS több információt tartalmaz, mint a valaha írt összes számítógépes program együttvéve. Az IBM az új számítógépeket a DNS-ről mintázza. Az információ mennyisége akkora, hogy új számokat kell kitalálnunk a méréshez. Ilyenek a terabyte, a petabyte, exabyte, jotabyte és zetabyte. A valaha élt emberek által kimondott szavak összege kb. 5 exabyte lenne. És a DNS-ben ennél is több információ van. A DNS annyira komplex, hogyha legépelnénk a DNS-ben található kódot a gépelés végére, annyi könyvünk lenne, amivel meg lehetne tölteni a Grand Canyont 78-szor.
Ennyi információ kell ahhoz, hogy létezhessünk. Szerintem nagyon különlegesek vagyunk. Jó bonyolult a tervrajzunk. Dávid mondta, magasztallak téged, mert csodálatos alkotásod vagyok. Erre mikroszkóp nélkül jött rá. A fogantatástól a születésig a csecsemő percenként 15 ezer sejttel gyarapszik, és mind bonyolultabb az űrsiklónál. Mit szólnának hozzá, ha önöknek kellene felügyelni egy gyárat, ami 15 ezer űrsiklót gyárt percenként? Ha az önök dolga lenne garantálni, hogy megvan a gyártáshoz szükséges összes alkatrész. Néhány anya azt mondja, hogy én megcsináltam, kemény meló, a munkások odabent néha savanyúborkát akarnak az éjszaka közepén. Annak a valószínűsége, hogy egy DNS véletlenül áll össze, az 1 a 10 a 119 ezredikenhez. Ehhez képest az egész látható univerzum kb. 10 a 28-on hüvelykátmérőjű. A DNS semmilyen módon nem támasztja alá az evolúció elméletet, sőt, csak még jobban aláaknázza azt. De tegyük most fel, hogy a kromoszóma szám jelent valamit, és hogy létrejöhetett magától. Utána jártam a dolognak, és megtudtam, hogy a penicillinnek két kromoszómája van. Tehát a penicillinnek kellett először létrejönni, aztán évmilliók alatt nagyon lassan több kromoszómája jött létre, és muslica lett belőle. Látják, a muslicának csak 8 kromoszómája van, majd még több kromoszómája jött létre, és vagy paradicsom, vagy házi légy lett belőle, mert a kettőt szinte lehetetlen megkülönböztetni. Majd évmilliók alatt továbbfejlődve kifejlődött belőle a borsó, vagy a méhecske, mert csak két kromoszóma a különbség, majd továbbfejlődött fejes salátává, aztán egy szép napon megjelentek a hármasikrek. Az oposszum, a vörös fenyő és a spanyol bab 22 kromoszómával. Az átlagtudós nem is tudja megkülönböztetni őket. Melyik is melyik? Azt mondja, fa, oposszum, bab... Nekünk 46 kromoszómánk van. Ha tudnánk még kettőt szerezni, akkor dohánypalántává fejlődhetnénk. Mondjuk pár embernek már most is dohány szaga van. Ezek jól előttem járnak az evolúcióban. Az én életemben már nem fog megtörténni, de talán egy nap lesz elég kromoszómánk ahhoz, hogy kutyává vagy csirkévé váljunk, aztán majd nagyon sokára ponty lesz belőlünk. Kétszer annyi kromoszómájuk van, mint nekünk. És egyszer 349.572-ben átalakulunk páfránnyá. Egy nap odajött hozzám egy hölgy a templomba, és azt mondta, Mr. Hovind, a nevem Páfrány. Kezet fogtam vele, amit azóta sem mostam meg. Egyébként miért van az, hogy az evolucionisták mindig arról beszélnek, ami beillik az elméletbe, arról viszont soha, ami nem illik bele? Például nézzük meg, hogy fejlődtek az élőlények az életkor hossza alapján. Az életkor hossza alapján kimutatható, hogy a hörcsögök fejlődtek ki először, aztán továbbfejlődtek macskává, majd kanárivá, kutyává, csimpánzá, aligátorrá, elefántá, lóvá, teknősé és emberré. Most jöjjön az összehasonlítás a kihordási idő alapján. Ezt a sort az oposszum nyitja 13 nappal. Mit szólnának hozzá, hölgyeim? 13 nap terhesség nem is hangzik rosszul, igaz? Az oposszum lassan fejlődött hörcsögé, patkánya és végül elefánta, ami 640 nappal nyeri a versenyt. A legfejlettebb állat a Földön. Ja, és a lista bizonyítja, hogy a kutya és a macska egypetélyű ikrek. Talán a testsúly alapján kellene sorba rendezni az élő lényeket. Nos, a cickány súlya csak 4 gram. Abból lett az egér, majd lassan, nagyon lassan kifejlődött belőle a bálna. Tehát a bálna a legfejlettebb. Miért nem utogatják ezeket a táblázatokat, és miért van az, hogy a kétéltűek 5-ször annyi DNS-sel rendelkeznek, mint az emlősök, és miért van néhány amőbának 1000-szer több DNS-e? Ezekről nem beszélnek. Mert nem illik az elméletbe. Egy tény alapján lehetetlen bármilyen evolúciós sorrendet felállítani. Ha elég tény sorakoztatunk fel, az evolúció elmélet csúnyán elhasal. De a gyerekeket kritikus gondolkodásra tanítják, igaz? Gyerekek, 20 féle aminósav van, magyarázzátok el, hogyan bizonyítja ez a tény, hogy minden élőlény egy közös őstől származik. Mégis hogyan válaszoljon erre egy keresztény gyerek? Nincsen beépítve a kérdésbe egy feltételezés egészen véletlenül? Ez nem a kritikus gondolkodásra tanít. Egy ilyen kérdés ad esélyt a gyereknek arra, hogy azt válaszolja, a 20 aminósav meglét egy közös tervező intelligenciáját bizonyítja. Talán Isten azért adta minden élőlénynek ezt a 20 alap aminósavat, hogy
ne kelljen egymást felfalni. Mert ha annyira különbözőek lennének az élőlények, akkor csak embereket ehetnénk. De Isten úgy intézte, hogy a barna tehén megehesse a zöld füvet, hogy aztán fehér tejet adhasson, amitől az én hajam kiszőkül. Talán ezért ugyanazok az alapépítőkövek. Egy újabb hazugság a tankönyvekben, hogy ezek a hasonlóságok egy közös ősre utalnak. De tegyünk úgy, mintha elhinnénk, jó? Azt olvassuk, hogy az emberek és a csimpánzok 98%-ban hasonlítanak, ami egy 16 millió éve élt közös őst bizonyít. Nem hinném. Az ember több ezer dologban tér el a csimpánztól. Több ezer dologban. A tankönyv szerint a genetikai különbség csupán 1,6%. Igen, régen így gondolták, de ez nem igaz. Barney Maddox kutató genetikus azt írta, hogy az ember és a csimpánz közötti genetikai különbség minimum 1,6%, ami nem hangzik soknak, de ez 48 millió nukleotid különbséget jelent, és csupán 3 nukleotid hiánya már halált okoz. Szóval régen azt mondták, hogy a különbség 1,6%, de aztán kijelentették, hogy a hasonlóság 95%-os, vagyis a különbség 5%, pár éve pedig már 7,7%-os különbségről írtak. Minél tovább tanulmányozzák a problémát, az annál súlyosabb lesz az evolucionisták számára. Az eredmény az emberi és a csimpánz genóm 3 milliárd DNS bázis párjából csupán 1 millióra korlátozódik, ami az emberi genóm mindössze 1/3 ezrelékét jelenti. Ennyit tudtak eddig megvizsgálni az emberi genomból. Francia és amerikai kutatók feltérképezték a 14. kromoszómát, amely több mint 60 betegség génjeit tartalmazza. A munkában közel 100 kutató vett részt, és így a 24 emberi kromoszómából már 4-et sikerült feltérképezni. Tehát ha valaki azt mondja, hogy feltérképezték a teljes emberi genomot, az vagy téved, vagy hazudik. Csak egy kis részét térképezték fel. A francia kutatóközpont szerint a kromoszóma több mint 87 millió DNS párból áll, amit sikerült hézak nélkül feltérképezni. Ez a leghosszabb folyamatos DNS szakasz, amit sikerült szakkifejezéssel szólva szekvenálni. A 87 millió DNS pár csak egy apró töredéke a 3 milliárd párnak, ami az emberi genomot alkotja. A kutatás még tart, de a különbség már is 7,7%. Azt írja ez a kutató, az emberi genomban közel 20 ezer pseudogényi szemét található. Ez bizonyítja az evolúciót. A vitákban folyton szóba kerül ez a génszemét dolog, amire én azt mondom, hogy nem létezik. Egyesek viszont erősködnek, hogy több ezer álgén van, ami semmire sem jó. Pedig a pseudogének sok mindenre jók. Például elterelik a mérgek figyelmét az igazi génekről, de tartalék génként is működhetnek. Mint egy biztonsági mentés a számítógépen. Sérülés esetén beugrik a pseudogén. Néhány egér pseudogényét eltávolították, mondván, hogy úgy sincs rá szüksége, hát vegyük ki. Nos, ez lett a vége. Szörnyen eltorzultak. Ez a gén szemét dolog nem igaz. A pseudogén képes magához vonzani a pusztító enzimeket. Ezt írja a Discover magazin. Egész nap beszélhetnénk a DNS-ről, de tudják, talán azért hasonlít a DNS-ünk számos állatira, mert ugyanaz volt a tervezünk. A hasonló hidak tervrajza hasonló, és a hasonló autók gyártási leírása is hasonló. A férfiak többnyire értenek az autókhoz. Én például 7 éves koromban kezdtem az autószerelést apám mellett. Összesen 128 autón volt már, és újítottam már fel motort, javítottam váltót, féltengely, differenciálművet, és cseréltem vezérműszíjat és görgősort, kijelenthetem, hogy értek az autókhoz. De attól, hogy tudjuk, hogyan működik egy autó, még nem derül ki, honnan származik az autó, igaz? Tegyük fel, hogy a fiúk betölti a 16-ot. Mint az én fiam pár évvel ezelőtt, odajön a gyerek és azt mondja, apa, megszereztem a jogsit. Mutasd fiacskám, majd látom azt a jogsit. Hát fiam, ez egy pocsék fotó, de legalább hasonlít. Apa, akkor vezethetek én? Fiam, anyáddal tudtuk, hogy ez a nap el fog jönni, de tudod, az autó bonyolult dolog, vagy 3000 csavar tartja össze, mégis elég egy tökkel ütött, hogy az egész szétessen. Még nem állsz készen az egész autóra, fiam, ezért az evolúciót fogjuk alkalmazni. Most kapsz a kocsiból 10%-ot, jövőre pedig egy kicsivel többet. De mire jó egy autó 10%-a? Ilyesmit a roncstelepen látni.
Hány dolognak kell stimmelnie egy kocsin, hogy működjön? Több ezernek? Hány dolognak kell elromlania, hogy az autó leálljon? Több ezer dologból csak egynek. Például, ha nincs nálunk a kocsi kulcs, ha nincs benne benzin, vagy ha valaki összefirkálta az elosztó felél belsejét grafit ceruzával, erre sosem jönnek rá. Az is jó, amikor a gyertyabiba alá tesznek egy vezetéket, aminek a másik végét a műszálas autóhuzathoz kötik. Próbálják ki nászút előtt. Induljunk életem, aztán bum! Hé, hey, ez meg mi volt? Vagy ezer dologtól képes leállni az autó. Vagy talán 10 000 dologtól. Dugjanak krumplit a kipufogóban, az is érdekes. Na jó, több tippet már nem adok. Több ezer dologban különböznek az emberek és a csimpánzok, de ha azt hiszik, hogy a százalékos hasonlóság rokonságot bizonyít, akkor hallgassák meg, mire jöttem rá. Kiderítettem, hogy a felhők víztartalma 100%, a dinnyé 97%. Csak 3% a különbség. Ez bizonyítja a rokonságot. A medúzáé 98%, a hiányzó láncszem. A fagyié is. Látják? Itt a bizonyíték. Nézzük, mit írnak a fosziliákról. Azt írja ez a tankönyv, hogy a fosszilis dokumentáció az evolúció bizonyítéka. Ez nem igaz, nincs semmiféle fosszilis dokumentáció, csak egy rakás csont van a Földben. Az nem dokumentáció. Próbálják értelmezni a Földből kiásott csontokat, de nincs semmiféle fosszilis dokumentáció. Az evolúció tény, a fosszilis dokumentáció bizonyítja, hogy a fajok hosszú idő alatt fejlődtek ki. Ez ostobaság, nincs fosszilis dokumentáció, nem az időben tekintünk vissza, hanem egy rakás csontot nézegetünk, amit a Földből ástak ki. A fosziliák csak a jelenben léteznek. A múltban nem léteznek. Az ember kiássa, és ugyanúgy 2005-öt írunk. Nem lehet azt mondani, hogy ez a csont 40 millió éves, ezt nem tudhatjuk. Csak értelmezni próbáljuk a fosziliákat, ez minden. Ez a tankönyv viszont azt írja, hogy a fosziliák segítenek megérteni az evolúciót. Gyerekek, ne felejtjétek, hogy a döglött állatok nem szaporodnak és nem fejlődnek. Darwin azt írta, hogy ha az elméletem igaz, számtalan átmeneti fajt kell találni a fosziliák között. Ez a fickó persze azt írja, hogy Darwin óta számos átmeneti fajt találtunk. Egy újabb hazugság. Egy átmeneti fajt sem találtak. Még az evolucionista David Raup is azt mondta, hogy a Darwin utáni években a követői remélték, hogy találnak átmeneti fajokat, de nem találtak. Az optimizmus azonban töretlen, és a tankönyveket elárasztotta a fantáziálás. Nem mondja, fantáziálás a tankönyvekben? A fantáziálás a valóságban hazugság. Még egyszer mondom, a fosszilis dokumentáció nem létezik, mindenhonnan hiányoznak az átmeneti fajok, és amikor remélik, hogy találnak egyet, akkor sem találnak semmit. Nincs bizonyíték a bálna vagy a madarak evolúciójára, egy szembizonyíték sincs. Ha találnak egy fosziliát a Földben, arról csak egy dolog biztos, hogy már nem él. Nem lehet bebizonyítani, hogy voltak kölykei, azt pedig főleg nem, hogy a kölykei mások voltak. És miért gondolja valaki, hogy egy földből kiásott csont tudott olyasmit, amit egy mai állat nem tud? Vagyis életet adni egy új fajnak? Luther Sunderland azt kérdezte evolucionista tudósoktól, hogy hol van az elméletük bizonyítéka. Mindenki azt válaszolta, hogy valaki másnál van. Erre írt Colin Pattersonnak, mert Patterson hozzáférhet a világ legnagyobb fosszília gyűjteményéhez, ami a Brit Természettörténeti Múzeumban található meg. Patterson írt egy könyvet az evolúcióról, de hiányzó láncszemeket ő sem mutatott be. Sunderland erre egy levélben megkérdezte tőle, hogy miért nem mutatta be a hiányzó láncszemeket a könyvében. Szeretném látni egy hiányzó láncszem fotóját. Patterson ezt írta vissza, teljesen egyetértek az átmeneti fajokkal kapcsolatos megjegyzésével, ha tudnék ilyen fosziliáról, beletettem volna a könyvembe. De a helyzet az, hogy nincs ilyen fosszília. Nincsenek hiányzó láncszemek. Az egész lánc hiányzik. Nem láncszemeket keresnek. Még Stephen Gould is azt mondta, hogy a fosszilis bizonyítékok hiánya komoly probléma. De az nem. Stephen Gould úgy halt meg, hogy a videóim ott voltak a könyvespolcán. Remélem megnézte mindet. Évekkel a halála előtt küldtem el neki. Talán megnézte és megtért. Nem tudom. Niles Elridge és Stephen Gould támasztotta fel a szakaszos egyensúly ötletét, ami Richard Goldschmidt ötlete volt. Goldschmidt azt mondta, az első madár hüllőtojásból kelt ki. Annyira frusztrálta őket, hogy nem találtak átmeneti fajokat, hogy kitalálták, hogy az evolúció gyorsan történt. Ó, már értem. És az a madárka, ami a hüllőtojásból kikelt, kit vett feleségül?
Véletlenül nem két ellentétes nemű egyet kell ehhez? Két hím nemű nem teszi meg. És ugyanabban az időben kell létezniük, nem? Mert ha 10 évvel később születik a másik, akkor pont lemarad. Két különböző nemű egyet kell egy azon helyen, egy azon időben, és még vonzónak is kell találniuk egymást. Van itt gond bőven? Szóval gyerekek, gondolkodjatok kritikusan. Melyik elmélet írja le jobban egy élőlény evolúcióját? A folyamatosság elve, vagy a szakaszos egyensúly? Máshogy fogalmazva, melyik elmélet a jobb? A lassú evolúció, vagy a gyors evolúció? Látják, hogyan adnak két rossz választási lehetőséget a gyereknek? Gyerekek, melyik a helyes állítás? Az elefántok sárgák, az elefántok rózsaszínűek. Hú, de nehéz. Anya, mi a helyes válasz? Nem tudom, menj csináld meg a házidat. Mindkettő rossz. Tudják, milyen frusztráló ez a keresztény gyerekeknek? És ezt kell minden áldott nap elszenvedniük. Ez hat a hitükre, és végül elkezdenek evolucionista válaszokat adni. A keresztény gyerekek 75%-a az ilyen iskolákban veszíti el a hitét. Ez nem kritikus gondolkodás. Azt írja ez a tankönyv, mi a helyes válasz? Az evolúció lassan, fokozatosan történt, vagy nagy ugrásokban? Két lehetőség közül választhatnak. Az evolúció lassan történt, az evolúció gyorsan történt. Ezek az emberek képtelenek kilépni a piros négyzetből. Az evolúció meg sem történt. Van ilyen választási lehetőség? Ha a gyerek a dolgozatban azt válaszolja, hogy meg sem történt, a tanár alá fogja húzni. Egy alkalom a dr. Pigliucci-val vitatkoztam a Tennessee Egyetemről, azt mondtam neki, dr. Pigliucci maga 10 éve tanulmányozza a növények evolúcióját. A kutatásaira 650 000 dollár pályázati pénzt költött el. Azt szeretném megtudni, hogy mi a legjobb bizonyítéka az evolúcióra. Azt felelte, a bálnák evolúciója. Kérdem én, pontosan milyen növény is a bálna? Azt mondta, a víziló is az evolúció bizonyítéka, mert éppen most alkalmazkodik a vízi élethez. A vízilovak szeretnek víz alá merülni. Hűha, én is szeretek víz alá merülni. Ez akkor jelent valamit? Az evolúció olyan, mint az itt a borsó, hol a borsó. Mindenki azt hiszi, hogy a másiknál van a bizonyíték, a biológus szerint a geológusnál van, a geológus szerint az antropológusnál van. Ismerik ezt a játékot? El kell találni, melyik kagyló alatt van a borsó. Csak éppen egyik kagyló alatt sincs a borsó. Vagyis senkinek nincs bizonyítéka. Senkinek. Mindenki hazudik. Mi a helyzet a lovak evolúciójával? Fiúk, lányok, íme a 4 ujjú ló, ahogy az 1 ujjú lóvá fejlődik. Ezt a hazugságot már 55 éve leleplezték. Az állítólagos 1 ujjú ló, a szirti borz ma is él és virul Afrikában, és Törökországban is. Itt is van a képen. Azt persze nem mondják el, hogy az őslónak 18 pár bordája volt, a következő rokonának már csak 15. Ezek az állatok nem rokonok, csak egymás mellé rakott csontok. A bordaszám ezután 19-re nőtt, majd 18-ra csökkent. A ló evolúció mesét már nagyon régen leleplezték, mellesleg ma is számos lófajta él, vannak kisebbek és nagyobbak. 1950-ben egy G.G. Simpson nevű híres evolucionista azt írta, a lovak evolúcióját már korábban megcáfolták. Tehát nem igaz. A lovak evolúciója tévedés volt, soha nem történt meg a természetben. A lovak evolúciója nem állta ki a tudományos vizsgálat próbáját. Az egészet Othniel Marsh találta ki még 1874-ben. A világ különböző pontjain talált állatokat sorba állította, ahogy szerinte egymásból kifejlődtek, de nem ilyen sorrendben találta őket. Modern lovakat találnak ma is az úgynevezett ősi lovakkal egy rétegben, az ősi ló pedig egy ma is élő állat, a bordák, ujjak és fogak különböznek. Dél-Amerikában a fosziliákat fordított sorrendben találták meg. Ez nagy gond. Soha nem a bemutatott sorrendben találják meg a maradványokat. A talszai állatkert megszüntette a ló evolúciós tárlatát, mert egy barátom írt nekik egy levelet, amiben megkérdeztem, miért nem mondották még el a tárlatot. Itt is van valahol a levele. A levélben az állt, hogy a ló evolúcióról szóló történetet úgy 50 éve megcáfolták, elbontanák azt a tárlatot? Azt felelték, nincs pénzük a bontásra. Erre a barátom készítetett egy táblát 60 dollárért, amin ezált elbontjuk a tárlatot, amint megkaptuk rá a pénzt, mert a tárlat nem pontos. A barátom felajánlott az állatkert igazgatójának, hogy állja a 60 dollárt a tábláért, csak bontsák el a tárlatot.
Az igazgató elvette, megnézte a táblát, a barátom pedig azt mondta neki, hogy figyelmeztetni kell az embereket, hogy a tárlat nem jó. A tárlatot nem bontották el, de aztán 2000 ember aláírt egy petíciót, hogy tüntessék el a tárlatot. Még a 10 órás hírekbe is bekerült, hogy a tulsai állatkertben van egy hamis tárlat. Másnap reggelre a tárlat eltűnt. Megtalálták rá a pénzt. 6 hónap múlva visszarakták. A Yale Egyetemen is ott virít a ló evolúció tárlat, pedig 55 éve tudjuk, hogy tévedés. Bővebben a témáról az Evolúció ikonjai című könyvben. Lehet, hogy sorba tudunk rendezni állatokat, de az nem bizonyít semmit. Még ha egy bizonyos sorrendben találjuk is a csontokat, az sem bizonyít semmit. Ha engem egy hörcsög fölé temetnek, az azt jelenti, hogy a hörcsög a nagyapám? Nem. Az eltemetés sorrendje nem jelent semmit. De ha azt hiszik, hogy a sorrend bizonyít valamit, akkor elmondom, mire jutottam a villa evolúciós kutatásaim során. Hosszú ideig gyűjtöttem a bizonyítékokat, és hosszas tanulmányozás után rájöttem, hogy a kés fejlődött ki először. Az évmilliók alatt óriási geológiai nyomásnak volt kitéve, ami az egyik oldalon homorúra, a másikon domborúra préselte, ez lett a kanál. Aztán az erózió lassan hornyakat vált a kanál végébe, és kifejlődött a villa. Tudtam, hogy jó nyomon járok, de éreztem, hogy hiányzik egy átmeneti forma. Különösen a kanál és a villa között. De nem találtam. Aztán egy nap Connecticutbe repültem a US Air járatán, és akkor 9000 méter magasan odajött hozzám az utas kísérő, és a kezembe adta a hiányzó láncszemet. Talán nem is tudta, mi volt a birtokában. De a tudós szemek azonnal beazonosították. Ez az. Megtaláltam. Rögtön zsebre vágtam. Még aznap elmentem egy gyors étterembe, és találtam még egyet. Ezekről beszélek. A hiányzó láncszemek. Az evőeszközök evolúciója már majdnem teljes. Persze találtam mutáns darabokat is, amik nem élték túl az évmilliókat. Amikor az emberek megtudták, miután kutatók híresek akartak lenni, és elküldték nekem a leleteiket. Ez itt nyilvánvalóan egy villafej, egy kanál szárra erősítve. Egyből kiszúrtam. Én ilyen trükköknek nem dőlök be. Persze az idők során a rasszok is kialakultak. Ha valaki nagyon akarja, kutyából is csinálhat macskát, és egyszerre csak egy betűn kell változtatnia. Addig lehet ezzel játszani, míg az ember be nem golyózik tőle. Azt mondják, a dinoszauruszokból lettek a madarak. Ennél ostobább dolgot ritkán hallok. A Biblia azt írja, hogy Isten az 5. napon teremtett a madarakat, a hüllőket pedig a 6. napon. Az evolúció szerint előbb voltak a hüllők, aztán jöttek a madarak. Megfigyelték, hogy az evolúció mindenben a Biblia fordítottja? Azt írja ez a cikk, hogy madarakként élnek tovább a dinoszauruszok, állítja a tudós. Ja, ha tudós mondja, akkor már be is van bizonyítva. Mintha ez jelentene bármit is. Ez abszurdum. A madár evolúció egy nagy zöldség. Az Archaeoraptort kiáltották ki a hiányzó láncszemnek 1999-ben. Óriási szenzáció, National Geographic magazinban megtaláltuk a hiányzó láncszemet. Egy óriási cikket írtak róla. Pár hónappal később kiderült, hogy mégsem találták meg. Tudták, hogy az összes tollas dinóról kiderült, hogy tévedés volt. És mégis a mai napig tanítják. Itt ez a könyv. Kína tollas dinoszauruszai. Ezt nemrég adták ki, igaz? Miért tanítanak valamit, amiről 5 éve kiderült, hogy nem igaz? Ez a tollas dinoszaurusz dolog egy badarság. Egy nagy badarság. Az egyik vitámban rengeteget beszéltem erről a témáról. Azt mondják, a madarak a dinoszauruszok leszármazottai. Srácok, esetleg nem tudnátok, van pár különbség a dinoszauruszok és a madarak között. Nem elég tollat rakni egy dinóra, és azt mondani, próbáld meg, haver, nem fog fájni. Ez nem ilyen egyszerű. A hüllők 4 tökéletes lábbal rendelkeznek, míg a madarak 2 lábbal és 2 szárnyal. Szóval a melső lábak alakulnának át szárnyakká. Valahol az út közepén ezek félig lábak és félig szárnyak lesznek. Az a lény pedig még nem fog tudni repülni, járni viszont már nem fog tudni, úgyhogy benne lesz a lekvárban. Nem is kicsit. Azt mondják, az Archaeopteryx az evolúció bizonyítéka. Itt is van egy az asztalon. Ha vesznek egy zacskó dinoszauruszt, szinte mindig beletesznek egy Archaeopteryxet is. Ezt látva azt gondolják a srácok, van bizonyíték, hogy a dínók madarakká váltak, itt is van egy tollas dínó. Hazudnak méghozzá a tankönyvekben. Pedig már évekkel ezelőtt kiderült, hogy az Archaeopteryx egy madár volt.
Ellen Fedúcia, aki hisz az evolúcióban, azt mondja, ez nem egy hiányzó láncszem. Mindene megvolt, ami a repüléshez kell. Az agya már repülésre volt tervezve. Az Archaeopteryx szárnyaink karmok voltak, ami szokatlan, de ma is él 12 karmos szárnyú madárfaj. A hattyú, az íbisz és még pár madár. De az Archaeopteryxnek fogak voltak a csőrében. Nos, nem sok madárnak vannak fogak a csőrében, de például a kolibrinek vannak. De a legtöbb madárnak nincsenek, ez igaz. Néhány emlősnek van foga, néhánynak nincs. Néhány halnak van foga, néhánynak nincs. Néhány embernek van foga, néhánynak nincs. A hiányzó láncszem. A kínai dino madár egy hamisítvány volt. Ebben ma nem tudunk jobban elmélyülni, akit érdekel, keresse meg az erről szóló videómat. Az igaz, hogy a tollak és a pikkelyek kreatinból épülnek fel, ugyanabból az anyagból, de ez minden. A madarak és a hüllők tüdeje teljesen más. Ahogy a szaporító rendszerük is, más a kültakarójuk, az agyuk, az érrendszerük. Annyi dologban különböznek, hogy arról egy egész előadást lehetne tartani. Érdekes, hogy kétféle dinoszaurusz létezik, a madárcsípőjű és a gyíkcsípőjű. Ezek a csípők nagyon különböznek egymástól. Kérdezzék meg az evolucionistáktól, hogy melyikből fejlődött ki a madár. A madár csípőjűből vagy a gyík csípőjűből? Az orruk alatt fogják motyogni, hogy a gyík csípőjűből. Még a csípőjüket is meg kellett fordítaniuk. A több milliónyi különbség mellett nincs rá bizonyíték, hogy a dinoszauruszok madarakká fejlődtek volna egy szál se. Akkor kinek van igaza? Richard Dawkins azt mondta, ha találkozol valakivel, aki azt állítja, hogy nem hisz az evolúcióban, az vagy tudatlan, vagy ostoba, vagy őrült, vagy gonosz. Ezt nevezem nyitott gondolkodásnak. Amikor Angliában jártam, mindent megtettünk, hogy rávegyük Richard Dawkins-t egy vitára, de nem állt szóba a titkárnőmmel. Az ő titkárnője meg velem nem állt szóba. Jézus mondta, szeresd az Urat, a te Istenedet, teljes elmédből. Nincs racionális oka, hogy elutasítsák a kereszténységet, hiszen logikus következtetés azt mondani, hogy léteznie kellett egy tervezőnek. Itt van ez a bonyolult világ, valakinek meg kellett terveznie. Az evolúció nem tény, még csak nem is egy jó elmélet, nem is hipotézis, csak egy metafizikai kutatási program. Julian Huxley mondta, azért örültünk meg a fajok eredetének, mert Istent nem tudtuk összeegyeztetni a szexuális erkölcseinkkel. Nem mondja meg Isten, hogy mit tegyünk. Az evolúció egy vallás. Még Michael Ruse is elismerte, azt mondta, megrögzött evolúcionista is ex-keresztjén vagyok, de el kell ismernem, hogy a kritikusoknak igazuk van. Az evolúció egy vallás. Az volt a kezdetektől fogva, és még ma is az. Azért hiszünk az evolúcióban, mert az egyetlen alternatíva a teremtés. Úgy van, ez az egyetlen alternatíva. Egy orosz ateista csillagász egyszer azt mondta egy egyetemi előadáson, emberek, vagy létezik Isten, vagy nem. Azt gondoltam, hogy ez a fickó egy igazi lángész. De aztán így folytatta. Mindkét lehetőség ijesztő. Azt gondoltam, hogy na ez egy remek gondolat. Ha létezik Isten, jó lesz, ha kiderítjük, hogy kicsoda, és mit akar, és azt tesszük, amit mond. Ha nincs Isten, akkor bajban vagyunk. 105 000 km/órával száguldunk az űrben, és senki sem irányítja a bolygót. Ijesztő gondolat. Egy híres tudós mondta, az evolúció esti mese felnőtteknek. Az elmélet nem mozdította előre a tudományt. Semmire sem jó. Még ha igaz is lenne, akkor sem jó semmire. Semmit nem ér a tudománynak. Az evolúció olyan dogma, melyben a papjai már nem hisznek, az embereket mégis ezzel hitegetik. A legtöbb tudós nem hisz benne, de félnek, hogy elveszítik az állásukat, a kutatási pénzüket, és félnek a tudóstársaktól. Mint a gyerekek, akik adnak az osztálytársaik véleményére. Egyetemi tanárok tanítják ezeket a hazugságokat csupán azért, mert ez a dolguk. Magarics mondta, meggyőződésem, hogy az evolúció elmélet lesz a jövő történelem könyveiben a legnagyobb vicc. A sátán hazudik. Ez az elmélet pedig hazugságokra épül. Tamisan mondta, akik az evolúciót tanítják, csalók, a történet pedig, amit tanítanak, a legnagyobb kacsa. Egy jottányi bizonyíték sincs rá.
Sir Fred Hoyle, a híres űrhajós mondta, az élet olyan bonyolult, hogy nem jöhetett létre a Földön, tehát csak az űrből érkezhetett. Hát ezzel csak elodázta a problémát. És hogyan jött létre odakint? Azt mondja, ez a fickó az evolúció a fény, mely minden tényt megvilágít. Minden elméletnek követnie kell, ez az evolúció. Pierre de Chardin, aki miatt a katolikusok hisznek az evolúcióban, még a pápa is, szóval ő az egyik ember, aki nyakig benne volt a Piltdowni ember átverésben. Egy hazug ember. Szemrebben és nélkül hazudott. Isten szava a fény. Nem az evolúció. De ha valaki 10-15 évig jár iskolába, hogyan fog a világra tekinteni? Valószínűleg evolucionista szemmel. Miért tanítanak hazugságokat? Nos, néhányan azt gondolják, hogy ha mindenki hisz benne, akkor igaz is. De nem számít, ha mindenki hisz is benne, attól nem lesz igaz. Mások azért tanítják a hazugságokat, hogy megkapják a bérüket. Vannak tanárok, akik nem hisznek az evolúcióban, de tanítják, mert kell nekik a fizetés. És hazudni fognak a gyerekeknek, hogy kifizessék őket. Mások tudják, hogy az evolúció az új világrend alapja, erről bővebben az 5. videóban. Az evolúció a marxizmus, a nácizmus, a kommunizmus és a szocializmus alapja. Ezért adom a vitáimnak azt a címet, hogy teremtés kontra evolucionizmus. Ettől az ateisták begurulnak, mert ők szokták azt mondani, hogy evolúció kontra kreacionizmus, de én megfordítottam a dolgot, és a plakátomon a teremtés kontra evolucionizmus áll. Mindig olyan eltűnődve nézik, és arra gondolnak, hogy valami nem stimmel ezzel a plakáttal, de nem tudják, hogy mi lehet az. Egy kis szurkapiszka, tudják. Miért hisznek az emberek az evolúcióban? Olvassák el az Érvek Darwin ellen című könyvet, kiváló rövidírás, főleg azoknak, akik gyorsan képbe akarnak kerülni. Vannak, akiknek mást soha nem tanítottak. Amikor Oroszországban jártam, 30 professzor jött el meghallgatni, és úgy egy óra után az egyik professzor elsírta magát. Én meg megkérdeztem a tolmást, hogy miért sír. Azt felelte, hogy még soha nem hallott a teremtésről. Nem tudta, hogy létezik ilyesmi. Eddig csak az evolúcióról hallott, és szeretné, ha folytatnám. Még egy órán át beszéltem nekik. Elmentem egy orosz állami iskolába is. 400 gyerek volt az előadóban, plusz 700 gimnazista, és 2 órán át olyan csendben hallgattak, hogy a légy zümmögését is hallani lehetett. Hihetetlen volt. Az előadás előtt megkérdeztem az igazgatótól, hogy van-e valami, amiről nem beszélhetek a gyerekek előtt, mert hogy ez egy állami iskola. Azt kérdeztem, mire gondolok? Mondtam, hogy keresztjén vagyok, és hogy nem gondolja, ha beszélek a Bibliáról. Azt felelte, azt mondok nekik, amit akarok. Az sem baj, ha elmondom, hogyan üdvözülhetnek. Azt felelte, persze, mondja csak el, nekik úgysem hallottak még a kereszténységről. Hú. Szélesre tárt ajtókat döngettem. Persze az orosz tankönyvekben ugyanazok a hazugságok vannak. Itt is van egy, ami végtagokról és földtani rétegsorról ír, amiről már korábban beszéltem. Tehát miért hisznek benne az emberek? Van, akinek csak ezt tanították, van, akinek az állása függ tőle, és van, aki reméli, hogy nincs Isten, aki felelősségre vonná. Nem méltatták Istent arra, hogy megtartsák ismeretükben, ezt írja a Biblia. Isten kiszolgáltatja őket a téveigés hatalmának. Ha jobban belegondolnak, ez annyira igaz. Aki azt hiszi, hogy egy kődarabból kezdett kifejlődni 4,6 milliárd évvel ezelőtt, az valóban súlyosan tévejeg. Gondoljanak bele. Annyi minden van még, amiről beszélhetnék. Van, aki túl büszke beismerni, hogy az egész élete egy tévedés volt. Tehát, a gyerekeknek tanítják az evolúciót. Tanítják bizony. Hazudnak nekik a tankönyvekben? De még mennyire? Mit tegyünk ellene? Erről elég sokat beszéltünk az állami iskolákról szóló előadásban, az a zöld videósorozatunk, amiben lépésről lépésre elmondjuk, hogyan kell a hazugságokat kivenni a tankönyvekből. Hogy hogyan lehet bekerülni a tankönyveket kiválasztó bizottságba. Hogy hogyan lehet a gyereket felmenteni órák alól. Akinek a gyereke állami iskolába jár, írjon a tanárnak, hogy az evolúció elmélet a vallási meggyőződésemmel ellenkezik, ne tanítsák a gyerekemnek. Írják alá, hitelesítessék, ha akarják, adják oda a tanárnak és az igazgatónak. Ha ezek után még ellenkeznek, kérdezzék meg tőlük, hogy már megbocsássanak, de önök diszkriminálnak minket a vallási meggyőződésünk miatt? Figyeljék a reakciójukat.
Ha pedig még mindig akadékoskodnak, hívjanak engem, jó pár ügyvéd ismerősöm szeretne egy ilyen pert magának. 42. paragrafus, vallási megkülönböztetés. Az igazgató egy hét múlva már szemetet fog szedni. Garantálom, hogy az igazgató szólni fog a tanárnak, hogy mentse fel a diákot az órája alól, ne tanítsa neki az evolúciót. Pár éve felhívott egy testvér, azt mondta, Hovin testvér, a másodikos lányom tanára panaszkodik, hogy Mr. Jones, vagy hogy hívták a fickót, a lánya az osztályomba jár, és ahányszor az evolúcióról beszélek, a lánya leállít. Azt mondta a tanár, úgy döntöttem, majd csak jövőre tanítom az evolúciót, amikor a lánya már nem fog hozzám járni. Az első gondolatom az volt, hogy hurrá. Aztán arra gondoltam, hogy álljunk csak meg, miért küldünk mi második osztályosokat a csatába. Ezt a harcot a szülőknek kellene megvívniuk, nem a gyerekeknek. Mi vagyunk a föld sója. A só pedig irritál. Ha önök nem irritálnak senkit, akkor nem jó keresztjének. Nem kell direkt irritálni őket, elég, ha sósak, az majd irritálni fogja őket. A só megóva romlástól. Hogy lehet, hogy ennyi hazugság van a tankönyvekben itt Tennessee-ben, a Biblia öv közepén? Hol vannak a keresztjének? Miért nem csinálnak semmit? Miért nem fordulnak az iskola székhez? Miért nem adnak be petíciót, hogy vágják ki a hazugságokat a tankönyvekből? Az iskolának egy vasába sem kerül. Megmondom, mire gondolok. Hányan vállalnák, hogy saját ollójukkal vágnák ki a lapokat? De még ennél is jobban tudok, hányan fizetnének $20 azért, hogy benne lehessenek egy bizottságban, ami kivágja az érintett oldalakat a bizottsági tagok saját ollóival. Figyelik, most hoztunk össze 1000 dolcsit az iskolának. Nekik egy vasukba sem kerül. Az Úrnak hála, sok jó istenfélő tanár tanít állami iskolákban, akiket ugyanígy frusztrál az, ami történik. Ha van egy tanár az iskolában, aki a helyes utat választja, álljanak mellé, mert garantálom, hogyha egy tanár felemeli a hangját a teremtés mellett és az evolúció ellen, jó esély van rá, hogy kirúgják vagy meghurcolják ezért. Bővebben erről a 7. videón. Hogyan hurcolják meg a tanárokat azért, mert kiállnak az igazság mellett? Sokan azért tanítják, mert ők is csak ezt tanulták. Sokan nem tudják, hogy taníthatják a teremtés, pedig megtehetnék. Szóval mit tegyünk? Az állami iskolákról szóló sorozatunkból megtudhatják, hogy került az elmélet a tananyagba. Hogy mit tehetünk, azt az 5. videóból tudhatják meg, amiben elmondom, milyen veszélyekkel jár az elmélet, mert ez nem csupán egy ostoba gondolat, hanem egy veszélyes vallás. Nézzék meg az 5. videót, ha kíváncsiak, mit tehetnek. Köszönöm, hogy meghallgattak. Remélem hasznosnak találták a teremtés történetről szóló videót, de a tudományos tényeknél és a helyes értelmezésüknél sokkal fontosabb, hogy tudják, üdvözülni fognak-e. Ha még nem fogadták el Krisztust, szeretném elmondani, mit kell tenniük, hogy üdvözüljenek. A Biblia azt tanítja, hogy mind bűnösök vagyunk, mind megszegtük Isten törvényeit, engedetlenek voltunk a Teremtővel szemben, gonosz dolgokat tettünk, bűnösök vagyunk. Az emberek szemében vannak kisebb és nagyobb bűnök, Isten szemében viszont csak bűn van. A Biblia szerint meg kell térnünk. A megtérés azt jelenti, hogy hátat kell fordítani a bűneinknek, és Isten felé kell fordulnunk. Isten azt akarja, hogy megváltozzon a hozzáállásunk, hogy azt mondjuk, Istenem, sajnálom, hogy vétkeztem ellened, többé nem akarok. Elfordulunk a bűntől Isten felé, és megbocsátást kérünk tőle. A Rómaiakhoz írt levél 3. fejezete 23. versében az áll, hogy mindenki vétkezett, és hiával van az Isten dicsőségének. El kell ismerni, hogy bűnösök vagyunk, mert a Biblia szerint a bűn zsoldja a halál. A bűneink miatt megérdemeljük, hogy meghalljunk és elkárhozzunk. De Jézus meghalt értünk. Mindenkiért. Azt akarja, hogy a mennybe jussunk. Aki pedig megváltást kér tőle, annak Jézus megadja az örök élet ajándékát. Ingyen adja, mert szeret minket. A Rómaiakhoz írt levél 10. fejezetében ez áll, aki segítségül hívja az Úr nevét, üdvözül. Annyit kell mondani neki, hogy Uram, bűnös vagyok, kérlek, bocsáss meg nekem. És ő örök életet ad nekünk jutalmul. Szeretném, ha együtt imádkozna velem, és elfogadná Krisztust, a megváltót. Isten azt nézi, ami a szívünkben van, ezért, ha komolyan mondják el a következő imát, Isten meg fog bocsátani. Drága Úr Jézus, tudom, hogy bűnös vagyok, vétettem a törvényeid ellen. Kérlek, bocsáss meg nekem. Bocsáss meg a bűneimet, hogy veled lehessek a mennyben, Jézus nevében. Amen. Aki segítségül hívja az Úr nevét, üdvözül. Az Úr ígéretet tett, hogy üdvözíti azt, aki kéri. Most már csak növekedni kell a hitben, naponta olvasni a Bibliát, imádkozni, és keresni egy jó gyülekezetet, hogy jó keresztjének válhassunk. Köszönöm, hogy meghallgattak.